Nagyon jó, szevasztok! Új játékkal. Kedveskedek nektek, Forda King 2. Ez egy, azt hiszem, igen, most ünnepli az egyéves évfordulat ez a játék. Tehát ez egy új játék. Még nem egészen kiforrott, vannak benne azért kisebb hibák. Fontosan dolgoznak rajta, most fogják PC után kiadni konzolra is. Tehát azon is tudtok majd kooperálni esetleg. De egyébként single playerben is egy nagyszerű játék ez. És akkor mit látunk itt? Hát az enciklopédia segít elmagyarázni a játékot. Én ezt most megteszem helyette. És a Lore Store-ban pedig mindenféle kiegészítőket. Na mindjárt meg is mutatom. Az a... Tehát ilyen karakterek vannak benne. Azt hiszem ebből valami... Hát talán ez az első öt, ami kezdetben rendelkezésre áll. A többit pedig úgy kell a küldetések a játék végigjátszása során kiszabadítani és elérhetővé tenni, mindegyik egyedi képességekkel. Hát úgy nagy vonalba kezdjük is el. A vadász az egy ilyen nagyon halálos az íjakkal, íjpuskákkal, pisztolyokkal, ilyesmikkel halálos lövész. Nagyon jól tud lopakodni és rajta jutni az ellenfeleken. Gyorsan mozog a térképen. A kovács az pedig egy nagyon szívós, hát így ő a csapattan a frontline, ugye? Hogy is mondják ezt szépen magyarul? Az első sorokban harcol, óvja pajzsával a többieket, és hát ő mit tud egy kovács? Hát ugye a fegyvereket, amik eltörnek, az jó eséllyel meg tudja még menteni, és hát a pajzsával mögé bújva ő az összes sérülés képes semmivé tenni. Hát ő pedig egy ilyen tanítószféleség, egy ilyen hát ilyen professzornak nézem, és ő mit tud? Hát ő a papírtekercseket, varázstekercseket tud készíteni a csapat számára. Nincs olyan sokféle varázstekercs a játékban. Ami fontos, azt meg is tudjuk venni, tehát ez a képessége nem rossz, de nem is kimagasló, viszont a másik képessége pedig az, hogy visszatölti, ez az úgynevezett fókuszpontokat, amik segítenek az embereinknek abban, hogy a feladatot nagy valószínűséggel tudják végezni hibátlanul. És ez egy nagyon erős képessége neki. Kistálos fiú, hát egy nagyon fürge figura, lehet használni sebző emberkének is, de akár tankot is csináltunk úgymond belőle. Csak elég nehéz ahhoz a feladathoz pajzsot találnia. Herbol is, tehát ő az egyik legerősebb varázsló. Hát ugye lássuk csak, a vadász ugye az inkább sebző emberke, a kovács az inkább ilyen védő, tankoló figura. Ő varázsló, hát ő sebző vagy tankoló, ugye ezt mondtam is, és ő is egy varázsló, de ő a kicsit több annál, mert ő nagyon nagy segítség, ha meg kell gyógyítani az egész csapatot. Plusz még mellékállásban mindenféle gyógynövényeket fog nekünk gyűjtögetni, azok nagy hasznunkra lesznek. És akkor itt ez a... Hát nem is tudom mi ez itt, egy ilyen... vallási figura, hát olyan, mint egy... mint valami papnövendék, vagy ilyesmi. A lényeg, hát ő egy ilyen szívós figura, és egy tank, ha úgy vesszük, de remekül tud varázsolni is, tehát egy ilyen varázsló tank akar ő lenni, aki nagyon szereti a szerszes italok elfogyasztását, és erre kap mindenféle segítséget, képességet. Az alkimista, ő is egy varázsló, ő pedig bombákat gyárt, ami halálos kiegészítője lehet egy erős csapatnak. A favágó, hát az aztán egyértelműen egy sebző ember, egy területi sebző, nagy fegyveres emberke, talán ebben kimagasló nyomkereső, ő pedig segít a térképen főlenni az érdekes helyszíneket. Hát, és hogy miben tudjuk a harctéren használni? Hát ő igazából elég sok mindenhez ért, de főleg a távolharca specialitása, de nem feltétlen, mert korbácsokkal, bumerángokkal remekül bánik, és akár még zenélni is tud. Tehát ő elég sokféle fegyverrel tud bánni. Na, ő a juhász, vagy inkább... Hát juhász, igen, ez a megfelelő szó. Hát,
játék jelen állapotában sajnos nem tudom őt ajánlani. Ő gyakorlatilag egy ilyen olyan tankszerű illető, aki egy-két fegyverre azért tud sebezni is, tehát sebzést is lehet használni, de van egy olyan előnye, ami inkább hátrány, hogy birkanyájat idéz a csapat köré, hogy majd a birka fölfogja a sérüléseket, valójában a fordítottja történik, a birka útban lesz nekünk, és nem fogunk tudni taktikázni. Kis eséllyel a birka helyett egy ilyen báránybőrbe bújt farkast idéz, az elég erős. Farmer, ő egy kiváló karakter, nagyon szívós, tehát nagyon jó tank, nagyon sokféle fegyvert tud használni, tehát amilyen fegyvert megkapunk, ő jó eséllyel tudja használni, és van egy ilyen madárijesztő képesség, ami elvonja az ellenség figyelmét és tüzét, és a madárijesztőt támadják, ugye, ahelyett, hogy a társainkat támadnák az ellenfelek. A hobó, hát ennek van egy nagyon gyenge képessége, hogy mindenféle szemetet kigúberál, amit talál. Ez bármilyen tárgy lehet, és sajnos az esetek többségében ez csak egy pénzérme lesz, és azért ez a képessége nem túl erős. Az ő igazi előnye, hogy ő mindenhez ért, bármilyen fegyvert adsz a kezébe, bármilyen feladatra beállíthatod, bármit el tud neked végezni. Egyik legjobb karakter szerintem. Ő egy zenész, egy ilyen csapattámogató személy, aki igazából segít fejlődni a karaktereknek, és hogyha esetleg valami próba során hibát vétenek, ő néha időnként besegít, és azt a hibát ő kiküszöböli a képességével, de főleg egy ilyen hangszer használó személy lesz, valahol a csapatnak a közepén fog helyet foglalni, és ő pedig a másik zenész, ez egy ilyen bajkeverő fazon, aki szintén zenész, szokás mondani, és az ő képessége egyrészt pénzt tud szerezni a város közelében állunk, ez nem egy nagy pénz, ez nem igazán erőny, a fő erőnye és talán a legerősebb erőnye, hogy megzavarja az ellenséget a tervének végrehajtásában, elterel a figyelmet és egy tökéletes támadásból csinál egy nem túl tökéleteset, és ez pont elég lesz nekünk ahhoz, hogy a támadásnak a rossz mellékhatása ne jöjjön létre. Kicsit berekedtem talán. Na, röviden ennyi, ezeket karakterek, és ezeket a karaktereket majd, mikor összeállítjuk, fők lehet szerelni. Minden egyes karakter 5 ponttal gazdálkodhat. Például ez a távcső, ez 3 pont, azt látjuk is ott a sarokban. Zárnyitókészlet, táborfelrő felszerelés, hogy tudnak pihenni az emberek. Gyógynövény, ez segít a koncentrációba visszanyerni a fókuszukat. Ez mindenféle rossz mellékhatás semlegesít. Ezzel el tud teleportálni az adott személy bizonyos távolságra, varázslók messzebbre. Ez egy pajzs, egy alap pajzs. Enélkül nincs tank, ugyanis a pajzs zsal magára haragítja az ellenfeket, és őt fogják támadni majd. Plusz a pajzsos ember mögött álló nem vetik célba, ez is lényeges. Ez egy bot, cipő, sisak, kesztyű. Hát azért beszéljünk is róluk, ne csak így átrohanjak. Tehát mit látunk ott? Azt mondja, hogy taunt, ez a képesség, ha ez létrejön, akkor ugye őt fogják támadni, és nem a társakat. És a guard rész az pedig azt, hogy a mögött állót nem támadhatják, a pajzsos mögött állót. Ezzel a potta pedig softet nyomva tartom, kétféle támadás lesz. Az egyikkel megzavartjuk az ellenfelet, hogy később kerüljön sorra, a másikkal pedig hátra lökhetjük és lekábíthatjuk. Ezzel nagyon jól le lehet szerelni például a közelharcos ellenfeleket. Ez a cipő, ez segít kitérni a támadás elől, és az ilyen fogva tartó varázslatok ellen védelmet kapunk, hát ebből nincs sok. Sisak. Itt a lényeg, az bénítás, immunitás, az bénítás és kábítás ellen is véd, és ugye hát a tankot nagyon nagy esélye kapja ilyen támadásokat, úgyhogy egy tanknak kötelező egy ilyen sisak. Kritikus esély növelése, kritikus szerintem gyenge a játékban. Ez sima védelmet ad. Induló pénz, 10 arany.
fákja, ez egy jó cucc, messze belátnak a térképen a fákja viselő emberke, plusz még tud vele fölgyújtani célpontokat, vagy akár célpont, egymás mellett álló célpontokat is. Ezzel a tekercsel a térképe egy adott szegmensét fölfedezzük. Ez egy kard. Ez egy egyszerű kisebb fegyver, kis sebzéssel viszont áram sokkal. És átütheti a páncélt is, ugye. Ez egy egykezes kalapács, ez egy igazi tankfegyver. Ez ledermeszte a célpontokat, kábíthat és akár... hát igen, le is béníthatja őket. Bumeráng, ez egy lángoló bumeráng. És itt láthatjuk, ez is elkábíthatja a fejbe dobva, akit fölgyújthatja a célpontot. És ott van, láthatjuk a másik támadását, ő egy egész sort le tud vele darálni. Hát végigpofozza a bumeráng egy egész sorban álló embereket, vagy ellenfeleket. Ez egy nagyon erős tárgy, ez a sokkoló nyíl. És itt a sok effekt a lényeg, arról majd később beszélek. Kiszáradt a torkom. Na. És látjátok, a support range, az azt jelenti, hogy a térképen nem kell a csetepatihoz nagyon közel mennie, egy kicsit messzebbről is beszállt a csetepatihoz az illető. Ez egy vasvilla, ez nem túl hatékony fegyver. Nagyon méretű célpontokra, vagy egymás mögött álló célpontokra hatékony. Ezt még nem oldottam fel, fogalmam sincs, hogy ez mi lehet. Mérgező pálca. Ez mérgező effektet ad. Nagyon nehéz mérgező effektet szerezni a játék során. Abból a szempontból érdekes az a pálca. Iszok egy kortyot, mert nem bírom. Na, vizes buzogány, egykezes fegyver, főleg tankok fogják használni. Ez pedig, hát mondják, hogy benedvesíti, hogy levizel a célpontot, nem is tudom ezt szépen mondani. És a nedves célpont az mindenféle védelemről, immunitásáról le kell, hogy mondjon. És a másik képesség a gyógyítás, az pedig az ilyen különböző ártó hatásokat szünteti meg, úgy, mint a méreg, a bénulás, stb. Stb. Ez egy mérgezett karó, átüti a páncélt és mérgez. Ez is egy nedves bot, erről már beszéltem, csak ugye ez kétkezes, úgyhogy ez inkább a varázslóknak hasznos, de annyira nem egy nagy vászizdász, hogy ezt most meg kell neked vegyed mindenáron. Lángoló kétkezes favágó fejszínek nézem, így van. Ez a, hát a favágónak egyedül, ami talán érdekes lehet. Viszont nem egy túl hatékony fegyver így első ránézésre. Fölgyújtja a célpontot, de igazából nem győzött meg engem. És jönnek a hangszerek ugye a zenészeknek. Hát ez vérzést okoz, átíti a páncélt. A második képessége nem túl hatékony szerintem. Azzal a már cselekedett ember újra cselekedhet cserébe, ugye a zenész feláldozza az ő cselekedetét, tehát gyakorlatilag ott vagy, ahol a part szakad. És ez is egy hangszer. Ez pedig ott van, hogy splash, tehát ilyen plusz jel alakban fogja benedvesíteni a célpontokat. És az interrupt pedig az, hogy a sorrend végére löki, tehát ő fog utoljára cselekedni, hogyha sikerül az a hatás. Ez egy csatolna, csizma. Ez egy elég jó cucc, a méreg immunitás az jó, ugyanis a méreg nem csak, hogy megsebesít minket, amíg nem hatástalanítatjuk, azon kívül lerontja minden képességünk, tulajdonságunkat, az összeset, és még mindig nincs vége a sornak, a speciális képességet kikapcsolja, tehát nem tudjuk használni bizonyos speciális képességet, amíg méregezettek vagyunk. Ez a játékos karakterek számára, ez egy legrosszabb dolog gyakorlatilag, ami történhet vele, a méreg. Legtöbb esetben az a legrosszabb. Hát ez egy egyszerű páncél, inkább hagyjuk, 4 pontért nevetséges. Gyorsítás csizmája. A gyorsaság képesség igazából akkor érdekes, hogy abból az aspektusból érdekes, hogy ki milyen sorrendbe kerül sorra. És azt te szeretnéd, hogy mondjuk a csapat tankja előbbi következzen, mint az ellenfelek,
hogy elvonja a tüzet, akkor ráhúzol egy ilyen csizmát. Például ez egy példa volt, boszorkány kalap. Ez a plusz egy fókuszpont, ez nagyon, nagyon értékes dolog. Lopás immunitás. Általában a zenésznél szokott lenni a csapat vagyona, ugyanis ha a zenész veszi föl a pénzt játék közben, akkor ő kap rá egy pár százalék pluszot, tehát többet fog érni a pénz, ha ő veszi fel, és ebben a páncélban akkor meg tudjuk akadályozni, hogy ellopják ezt a pénzt tőle. Hát a játék első részében nagyon fájt a lopás, itt már nem annyira gyakori és nem annyira erős, tehát akár le is mondhatunk erről az előnyről, ezek ilyen védelmező gyűrűk, ez a támadás segíti, ez is nem túl szeretem őket. Ez egy drágábbik pajzs, szerintem nem ér meg plusz egy pontot. Ezek cukorkák, amit ha megeszik az ember, egyszer lehet megenni egy cukrot nyilván, kap egy végleges bónuszt, láthatjuk melyiket. És itt jön igazából az egyik legerősebb, a 40 aranyos zsák. Ugye 40 arany van 3 pontért. Ez kb. Olyan jó, mint a két arany, a 25 aranyos zsák. Tehát ezt a kettőt mindenképpen érdemes. Én 3-as szinten már főfejlesztettem ezt például. Karniváli belépő. Karnevál az aznak jó, aki... Tica, menj arrébb! Karnevál belépő annak jó, aki szeret őrültségeket csinálni, mert a karneválba betérve nem mondom, hogy kifejezetten hasznos dolgokat, de nagyon őrült dolgokat lehet csinálni. Ez inkább legyen mindenkinek a saját meglepetése majd. Ez pedig egy kincses térkép. 5 pontért talál egy ládát találsz majd a térképen, ezt főhasználod, amiben mindenféle tárgyak, meg értékek vannak. Jó dolgok is lehetnek benne. Viszont mi, hogyha ez a láda le van zárva, amit találsz, akkor ugye kell egy zárnyitó készlet hozzá. Vagy tényleg mi van akkor, most a tárgyat most nem látom, itt lehet, hogy nincs is olyan, vagy csak én vagyok vaksi. Nem, nincs olyan tekercs. Na mindegy. Viszont a ládák általában lehetnek ládának kinéző szörnyek is. Most nem tudom, ez a kincses térkép lehet-e egy ilyen lény, szerintem lehet akár az is. És hát ugye mindegy, hogy melyik helyszínen bontod ki ezt a térképet, mert hogyha legelső helyszínen a játéknak kibontod, akkor nyilván nem lesz benne olyan értékes jutalom, mint hogyha mondjuk a következő helyszínen, magasabb szinten bontod ezt ki. De szerintem ez helyszínhez kötött, nem pedig játékos szinthez. Na és akkor ugye ezek voltak a kezdő felszerelések, 5 pont jut minden embernek, 4 emberre is a csapatod, és mind a 4 fő választhat egy különleges képességet, teljesen ingyen. A játék elén ez a képernyő azt hiszem még üres lesz, úgyhogy nem kell megijedni. Taktikus, hát én ezt annyira nem szeretem. A csatatéren megjelennek ilyen kis mezők, amiben belelépsz, és akkor erősebbet fogsz támadni. Én nem szeretem ez miatt szétzilálni a formációt. Ez egy nagyon jó cucc, egy másodlagos cselekedet ad. Ez pedig minden képességhez, vagyis tulajdonsághoz ad bónuszt. Ez ilyen hobónak, meg farmernak, ez kiváló például. Itt az euréka pedig azt, ha szintet lép, akkor nem 2 fókusz kap, hanem az összeset. Tehát ez egy varázslónak, akinek van mondjuk 8 fókuszos medencéje, hogy mondják, hát ja, készlete, inkább úgy mondom, mert az a magyarra fordítva elég nevetséges elmzik. Az azért maxra tölti, az azért elég durva. Szerencse. A szerencsével működnek a speciális képességek többsége, meg vannak bizonyos események, amik a szerencsé függvényében sikeresek, mondjuk a térképen látsz egy gyorsgömböt, belenézel, és minél nagyobb a szerencséd, annál jobb esélye történik valami. Ez pedig az, hogy az adott illető bizonyos eséllyel ő betolakszik a kezdeményezési sorrend elejére mindenki elé, és ő fog először cselekedni. Hát ez most vagy működik, vagy nem, úgy vagyok vele. Annyira nem szeretem. Navigátor, ez egy nagyon jó.
járműveken, tehát szekeren, vagy vizen, vajon többet mozogunk, amíg az illető ugye mozgatja a járművet, és itt pedig ez is, hát ez is olyan dolog, hogy erről már beszéltem, hát döntsétek el, hogy majd kell-e nektek helyszínek, ezeket még nem bontottam ki, ezeket a játék során lehet majd kibontani, és a térképen megjelennek ilyen objektumok, amik kicsit színesítik majd a játékot, kozmetikai beavatkozások, hát ezeket sem volt még pénzre, nem is megyek lejjebb, mert mindenki majd fedezze föl. Zsoldosok, ezek szövetségesek, amiket az oldalra tudsz állítani. Itt is vannak ilyen titkos, fölnyitható, föloldható figurák. Szövetségesek rendkívül buták, láb alatt lesznek. Hát még ez a kis Cisco, igen, úgy mondják Cisco, ő még elég tűrhető, mert nagy, ő a legolcsóbb, én úgy vettem észre, és azért a bombákat dobál, ami szerintem nem rossz. De egyébként általában méretetlen ostobák a társak, és láb alatt vannak. Én nem javaslom egyelőre, hogy túl sokat várjatok el ezektől a kísérőktől. És általában pénzbe kerülnek, és csak egy bizonyos ideig vannak veled. Hát itt kezdjük a játékot, és így megyünk majd helyszínről helyszínre. És ez pedig egy különálló, végtelen játékmód, ahol csak harcolni kell, nem kell térképen bolyongani. Nagyon élvezetes ez is. Ez főleg ilyen multiplayerbe társakkal nekülni ennek. Szerintem van olyan élvezetes, mint a térképen bolyongani, de mi játszunk a rendes játékkal. Az ellenállás. A nehézség. És láthatjuk, miben különböznek a nehézségek. Életek száma, kezdőpontok. Hát ez a rontás milyen gyorsan érkezik majd az idősíkon, és mennyit inflálozik a pénzed a különböző helyszíneken, és a kezdő tárgyak, táborkészlet, gyógynövény, és ez egy cucc, amivel az a teleportás cserébe elég durva levonásokat ad, soha az életemben eszembe nem jutott volna használni, próbálj meg anélkül boldogulni. És akkor hogy váltunk a nehézségen, ugye egyre durvább megkötések, megszorítások vannak. Vágjunk bele egy közepes fokozatnak, ugyanis a karnevál is ilyen fokozaton játszódik, és itt a három bónusz kihívás. Szabadítsuk ki az alkimistát a szekér börtönből, ezzel fogjuk majd unlockolni az alkimistát, ugye én ezt már megtettem. Öljünk meg 25 királynak 25 őrét egy játékjátszás alatt, és 50 körön belül fejezzük be a küldetést. Hát, aki szeret mindent felderíteni, benézni minden sarokban, annak lehet, hogy nem lesz meg ez. De mi be fogunk nézni minden sarok mögé, és megpróbáljuk 50 kör alatt kihozni. És hát ugye ez az én egyik kedvenc csapatom, de összerakhatunk egy másikat. Például ez legyen egy vadász, és láthatjuk a vadászt, nem túl erős. Ja, igen, hát ezek a tulajdonságok, tehát itt van erő, mire kell az erő, nagy ütőfegyverekkel odavágni. Szívósság, mihez kell? Az a tanknak kell, mégpedig, hogy tudja használni a pajzsát sok esetben, a mindenféle buzogányokat tudja használni. És hát ugye miért felvetődik a kérdés, hogy ez adja a HP-t? Nem, ez nem ad HP-t. Minden figurának van egy alap, meg egy szintenkénti HP-ja. Ez tudomásom szerint nem hat ki erre a dologra. Az első részben hatással volt erre is. És ez pedig az intelligencia alatt ilyen varázspálcák, varázspotok, varázskönyvek, ilyeneket kell vele használni a varázslóknak. Fontos, főleg óvatosság érték, hát az ilyen láncsákat és íjakat ezzel fogja használni az illető.
tehetség, itt pedig ezzel fogjuk használni a hangszereket, bumerángokat, korbácsokat, aztán a szekeret is ezzel hajtjuk, meg a hajót is, tehát ez egy eléggé sokoldalú dolog, főleg a zenészeknek fog kelleni. Legtöbb bombát is ezzel dobjuk egyébként, ne felejtsük el. Ez a sebesség. Hát, hogy a körsorrendben mikor kerül az illető sorra, főleg ilyen tőrök, ilyen rövidebb fegyvereket fogunk vele használni tudni, és hát kis hatása van arra is, hogy a gyalogosan a térképen mennyit tudunk mi lépni. Ne várjunk ettől a nagy különbséget, mert nem az, csak szólok. És akkor ezzel menekülhetünk el a csatából, vagy egy csapdán keresztül szökelhetünk, annyi, hogy eltalálna minket. Tehát igazából sokoldalú dolog ez, csak elég kevés fegyver kapcsolódik hozzá, és azok is, hát, adjuk. Szerencse, ugye ezzel használják az összes különleges képességünket, és vannak bizonyos próbatételek a térképen, ami azt mondja, hogy szerencse kell hozzá, és pont. Különleges képességek íjakkal bizonyos eséllyel tökéletes találatot lő, és duplát sebez. Ez kegyetlen cucc. Az a megkötés, hogy ne legyen durva, hogy fókuszpontot nem használhatsz a lövés során. Tehát ha elhasználsz fókusz, biztos, hogy nem fogja beadni ezt a különlegességet. Térképen kaphatsz egy mozgáspontot, ellopogathatsz szörnyek mellett a térképen, vagy rajtok üthetsz, leválasztva valamelyiket a csoportból, ez nagyon fontos dolog. Nézzük a másikat. Tehát ez egy vadász lesz, és akkor kijön a sorrendben, szerintem a farmert lehet meg kéne tartani. Vagy hozzunk hobót. Legyen a farmer, szerintem. A farmer nem ért a varázspálcákhoz, és ez egy kicsit zavarhat engem, de annyira nem nagy probléma. Nem fogunk használni bumerángot, meg korbácsot se így. Na, legyen bemutató, olyat inkább a hobót fogom választani, tehát akkor itt jön a hobó. És a baszkert azt megtartjuk. Azért megnézem, hogy a sebesség sorrendben legyen ennek az illetők, a sebességük alapján következzenek. Tehát így a leggyorsabbtól haladunk a leglassabb fele. Így fogom összeállítani a csapatot. És akkor mit tud a hobó? Ugye ez a guberálásról beszéltem már, erről is beszéltem. És itt pedig, hogy egy gyógynövény felhasználása, nem csak ő fog gyógyulni, hanem a körülötte álló emberek is. Ez egy területi gyógyító képesség. És ezekről is már beszéltem. Jó, hát akkor a zenésznek legfontosabb tulajdonsága a tehetsége és a szerencséje. Neki az intelligenciája lesz legfontosabb. És nem árt, hogyha mindenki a zenész előtt kerül sorra. Ez is szerintem fontos szempont lesz. A hobó minden lében kanál, minden fegyvert neki tudunk adni. Semmit nem tudunk, fogunk eldobni, mindent tudunk így használni. És a vadász pedig ugye ő a lövész, akinek ez a legfontosabb képessége mind felett, és a sebessége is, a térképen ugye az alapján fogunk majd mozogni, ellopakodni, és ezzel a képességgel rajta ütnia, tehát ez a kettő értéke nagyon fontos lesz. A tanknak, a hobónak pedig kell, hogy szívós legyen, hogy tudja végezni a dolgát, és amely adott fegyverre fog tudni bánni, amit majd a kezébe adunk. Csináljuk ebből mondjuk egy csajszit, hol is kell. Itt. Ő egy csajszi lesz. Egyébként itt tudjuk állítani bőre színe, haja színe, főszíne, másodlagos színe. Elég jól össze van rakva gyárilag. Ebből is lehet nő vagy férfi. Hát ez mondjuk legyen férfi.
kis vékony emberke. Igen, ezeket pedig a kicserélhetjük elvileg. Még ezt nem szeretem bolygatni. Már itt vannak ilyen fura dolgok. Na igen. És akkor ez is egy, ez egy csajszí lesz. Színezzük ki. Zöld hajat, ezt nem csípem. Ja. Ezt a hajléktalant is csináljuk meg valami pofásabbra. Mondjuk lehetne mondjuk ilyen kicsit ilyen ausztrál jellegű. Megpróbáljuk ezt az ausztrál beállítottságot. Hát nem is tudom. Legyen ősz. Azaz, jó, kiszívta a nap. Jó. És ebből pedig csináljuk mondjuk egy... igazi cigány muzsikust. Jó, és itt pedig azért színeket megnézzük. Mondjuk legyen vörös, sötétvörös. Jó, szerintem jók vagyunk. Mehetünk is, csapjunk be. Na és ugye itt össze kell rakni az öt pontból, össze kell vágani a dolgokat. Hát kezdjük mondjuk ezekkel. Varázslónő legyen, akinek visszakapja az összes manáját, vagy fókuszát. Ő legyen a szerencsés zenész. Ő... Az első pályán nem kell navigálnunk. Az összes többin kelleni fog. Ő legyen az, aki kap egy másodlagos cselekményt, és ő pedig, aki minden lében kanál, az legyen még jobban minden lében kanál. Szépen megnöveltük ezeket a tulajdonságait. És akkor már majdnem elrontottam, mert rányomtam, hogy nem kellett volna. Nézzünk tárgyakat nekik. Amire szükségünk van, neki például nincsen pajzsa, és ő lesz a tank. Adjunk neki egy pajzsot, mégpedig az olcsóbbik vacak, bóvli, gagyi pajzsot. Nem ezt a jót, á nem, ezt a gagyit. Jó. Van még neki két pontja. Itt látjuk, hogy kap egy kis pénzt. Hol lehet a pénz? Jaj, mik vannak még itt? Ez jó sapka. Jó, legyen a pénz. És akkor varázslónő. Azt gondolok, azok vigyünk-e fegyvert. Hát, éppen sikerül vihetünk fegyvert. Mondjuk ő le van korlátozva a távolharci fegyverekre, tehát ő akármit nem fog tudni használni, hogy ő veszi neki egy ilyen íjat, és mellé teszünk neki kettős értékben pénzt. A zenész, a hangszerek, hát néha elég nehéz találni, úgyhogy neki lehet, hogy egy hangszert veszek most. Hol vannak hangszerek? Itt vannak. Nézzük ezeket a hangszereket. Hát ez nem jó hangszer. Hát... Nem vagyok hanyatesvertől se. Nem igazán vagyok hanyatvágódó. Szerintem ezt hagyjuk, ezt a hangszert, jó? Nézzük, mit tudunk még neki venni, amit esetleg tudna használni. Itt most elsősorban fegyverre gondolok.
Na, ez egy jó, ez egy jó bumeráng. Ezt mondjuk megvehetnénk neki. Három ér. Hegyük meg neki ezt a bumerángot. Ne csak a hangszerre legyen rászorulva szerencsétlen. És akkor kérünk neki... 2 pontér is, szerintem pénzt. Igen. És akkor maradt ez a csajszi. Varázsló, hát az elég sok varázsló botot, meg pálcát, meg könyvet fog találni, de valahogy ő mégiscsak ezeket fogja tudni használni, semmi mást, úgyhogy ezért fogjuk megnézni, mik vannak itt, de ezek se jó tárgyak, ez például nem jó tárgy. Hát, ez se annyira jó szerintem. Nem rossz, nem rossz, de nem annyira jó. Van neki saját kezdő botja, majd azt fogja használni, viszont ez a plusz egy fókusz, ez szerintem jó lehet neki. Úgyhogy rakunk egy ilyen kalapot rá. Tábor felszerelés 3 ér, ez jó. Zárnyító készlet. Az első boltban a szerencsékon tudunk venni, és akkor onnantól le van a probléma. Van a vissza, vagy fókusz visszatöltő növény is jó hangzik. De mégis vegyünk, válasszuk a pénzt. Az biztos, hogy jó. Azon biztos veszünk jó dolgokat. Csak egyből el kéne költeni ezt a sok pénzt, mert inflálódik ugye. A boltban egyre minden drága lesz, és annál kevesebbet fog érni. Ezért szeretek fegyvereket venni, hogy azért egy darabig jók vagyunk a kezdő fegyverekkel. Na jó, mindegy, ezt most megjátsszuk, jó? Azt hiszem mindent elköltöttem, amit el kell. Úgyhogy kezdjük neki. És nem is maradt sok időnk játszani. Eléggé bosszantó. Majd talán a következő részben. Mi a sztori? Az első a játék első részében ugye a királyt megölte a főgonosz varázsló, és a királynő bízza meg azt a három embert, akivel játszunk. És na, a macskák már ölik egymást. És itt, a második részben pedig ugye a királynő, aki a trónra jutott, miután eltettük az első részben a helyszínről ugye a gonosz varázslót, a királynő veszi át a trónust, és kormányozza ezt a világot, ezt az országot egy jó sok ideig, és eljutabb annyira üldözési mániás lesz, hogy beleőrül, és itt az őrült királynő ellen kell most harcolnunk, és akkor itt a kocsmáros néni, és annak a, hiszem a férje fog minket végig fogni a kezünket. Igen, 20 év telt el az első rész óta, és Vexónak hívták azt a gonosz varázslót, bla bla bla, ez a Fakrul, ez az egész világot hívják így, és a Rozomon királynő pedig ő most itt a főgonosz. És itt az első küldetés, hogy elmenjünk ebbe a városba, és megtudjuk, mi történik. És itt ez a város neve Pran, és ez a pedig a terület, a játék terület, ez a őszi erdő. Látszik is a terület témáján, hogy ősz van. És itt a hidősávra hívja fel a figyelmünket, ezek a beérnek a célba, ezek a zöld homokórák, mind a négy, akkor elvesztettük a játékot, és itt vége, itt az életünk. Itt dobja a sebességre, ugye, gyorsaságra, dobja a próbákat, tehát ha jól emlékszem, 5 próba volt, és 74% esélye mind az 5-öt sikeresen megdobta. Most van egy rahedli mozgáspont, nem is értem, hogy lehet neki 7. Hogy a fenében van ennek 7 mozgáspontja? Azt nem kéne kihagyja a matek. Na mindegy, ja igen, szerintem jó, szép nap van, szép napos idő van is azért. Az időjárás is akadályozhatott minket. Na nézzük meg ezt a figurát. Itt az íj a kezében. Sisak nincs, páncél nincs, kesztyű, csizma, ékszer nincs, pipa. Pipák, annak többféle pipa, ha elfogyasztunk egy növényt, akkor a pipa kifejti még a hatását. A pénzünk, és itt pedig megnézhetjük a statisztikákat. Kritikus esély 10%.
nevetségesen alacsony. Na mindegy, most már tudunk itt mindent nagyjából. Elmondtam, amit el lehetett szerintem. És itt pedig ő a izével kezd, mi? Bumeránggal? Jó, legyen a bumeránggal. Na nézzük ezt, hogy vegyük fel a küldetést. Nézzük, hogy mik vannak, milyen küldetések. Azt mondja, hogy ez egy fejvadász, banditákat kell megölni, az erdőben is ezt adja. Ez pedig egy tök jó tank páncél, tök sok immunitása van, ez tetszik. Bandita íjászokat az erdőben megölünk, akkor kapunk pénzt, van egy csomó pénzünk, köszönjük szépen. Csapattapasztalat? Nem. Vagy pedig egy fagyos buzogány, ez egy kétkezes fegyver. Hát egy favágó biztos örülne neki, bár ő se annyira, mert neki ez a vitalitás értéke kevésbé magas. Úgyhogy ezt a fegyvert, ezt nem is hiszem, hogy ennek most lesz itt létjogosultsága, úgyhogy menjünk ezért a jó páncélre, ezt fogadjuk el. És meg is mutatja, itt a tábor. És közelebb viszem, azért látjuk, hogy ez a koma itt egyedül áll. Itt pedig egy ilyen cölöp sánc van, tehát azt jelenti, hogy ő nincs egyedül, hiába látod, hogy itt egy valaki áll. Ő még itt van három cimborájával, azt láthatjuk is. És a tábor nehezebben lopakozhat a keresztül, nehezebben ütsz rajta egy táboron. És a tábor, látjuk ezt a piros vonzás körzetet? Piros mezőket? És látjuk itt is? Azt jelenti, ha van még ellenség a piros mezőben, akkor ő segítségül hívja azokat, akik a piros mezőben állnak. A tábor nem tudja segítségül hívni, és a tábor sem fog tudni segítséget hívni, nem tudja őt bevonzani. Ezt azért ne tartsuk észben. És a tábor fontos tulajdonsága még, hogy ott mindig jó jutalmat fogsz kapni. Sokkal több, vagy erősebb jutalmakat találkozhatsz egy tábor során, mint egy egyszerű összecsapás során, de hát nagyon nehéz is a tábort megtámadni. A küldetésünk megvan, és akkor verjünk segélyre a pénznek, jó? Azt mondja, most a vadászunk kijelölve, nézzük, mik vannak itt. Tudás, pipája, tapasztalatot kapsz, hogyha elhasználsz egy növényt, ezt nem tetszik nekünk, gyógynövény, átoküző növény, tapasztalat növény, tekercs, azonosító tekercs, például egy láda szörnye, vagy a térképen az a hely, amit nem ismerünk, az milyen hely valójában. Ez a látnok tekercs a térképen, ez egy szesz. Minden szesznek van mellékhatása és pozitív hatása. Ezeket ki lehet játszani a mellékhatásokat, azért használunk szeszeket. Ez egy nagyon durva. Többet mozunk a térképen, ezt rakjuk is fel a vadászra. Aztán mi van még itt? Királynő kardja. Nem rossz. Nem rossz, elég könnyű vele célba találni. Ez egy jó tankfegyver lehetne. Ez egy nagy dög szálfegyver. Át lehet szúrni a célpontokat. Hát ebben nem látok sok fantáziát. És ez egy kis pálca. Ez egy tök jó pálca a varázslónak. Ez egy sima egykezes pálca. Igazából fókusz nélkül is elég hatékony. Úgyhogy ezt most meg kell jegyezni, hogy ilyen van, sőt, mégis vesszük, nem hogy megjegyezzük, hogyan váltunk. Nézzük csak. Ja, hogy ez többe kerül? Na várjunk csak. Nem ő van a boltban, az itt a probléma. Adjuk oda az összes pénzt neki. Na nézzük csak azt a boltot, vegyük meg ezt a pálcát is szerintem. Mindig először a fegyvereket érdemes megnézni. Ez egy picivel erősebb pajzs, mint ami a másiknál van. Kihagyható. Ez egy gyenge íjász sisak. Ez egy nagyon erős sapka. Igazából ez erősebb, mint ez. Lehet, hogy egy kicsit ráhúzok ma, hogy valamire jussunk is. Úgyhogy egy kicsit elhúzzuk most ezt a videót, nem ha fejezem még be, úgy döntöttem. Igen, a zavarodás immunitás az tök jó dolog. Kicsit gyorsabb is lesz tőle az illető. Ezt lehet, hogy megvesszük, sőt, ezt biztos meg fogjuk venni. Hát igen, az íjásznak lenne jó, de már nagyon jól tud lopakodni, úgyhogy igazából túl sokat nem nyerünk vele.
zenésznek egy kiváló páncél, ezt lehet, hogy most megvesszük. Mérleg immunitás mindig jó, főleg egy tank részére. Ezt annyira nem szeretem, ezt a Magic Damage-es cuccot. Ez egy közelharcosnak jó, mert tud támadni. Például egy tanknak, de kevés az ilyen effekt, ami lefogna. Jó, hát akkor látjuk is, hogy mi az értékes. Ezt megvettük. Ezt is megvesszük. Ezt is megvesszük. És seggre is vertük az összes pénzünknek, úgyhogy le van a gond vele. És osszuk szét a zsákmányt gyorsan. Szerintem ezt a zenésznek adjuk. Kesztyű, hogy legyen mondjuk a tanki, ez a hobó. Varázspálca. Adjuk oda a varázsnak, hogy biztosan hatékony legyen. És ezt a kalapot akár rá is húzhatnánk el a nőre, én azt mondom, még egyenlőre tegyük mi a tankra, hogy megvédje a zavarodottságtól. És mi van még itt? Tehát szolgáltatások. Éjszakát kivesz az emberke, fél HP-ja visszajön, és kap két fókuszt. Meditáció, és a véget is kör a köröt, tehát véget ér a kör az embernek, ez fontos. Meditáció, az összes fókuszt visszakapja, és még mehet is tovább abban a körben. Összes HP-t visszatölti, eltávolítja a betegségeket, mérgeket, meg ilyen negatív hatásokat. Ez gyakorlatilag csak a méreg lesz, amivel találkozunk szerintem. És ezzel pedig az átkokat űzi el, az átok űzés ebben a játékban nagyon drága, mert az átok effekt nem fog lejönni magától, ami meg nem szünteted valamilyen formában. Például egy virággal, átoküző virággal, vagy itt egy ilyen templomi szolgáltatással. Válasszunk pálcát. Ez a kék, ez plusz egy fókuszt ad, jégimmunitást. Nagyon jó. És miért tud ez a pálca? Ez egy egész könnyen vele célba találni, átüti a májkus páncélzatot, ledermeszte a célpontot, és még akár a tanknak tudunk vele adni páncélzatot, bár ezt megoldja általában maga is egy idő után, de most még nem tudja megoldani. Ezzel meg gyógyítani tudunk. Jó, hát akkor ha gyógyítunk, akkor kicseljük a botot, amúgy meg ezt fogjuk használni, ez is nyilvánvaló. És a zenész pedig nézzük, ezt a kabátot nekiadjuk, ez meg is növelte a tehetségét. És mit ad még ez a kabát? Több pénzt fog kapni. Tehát ezt láthatjuk is, hogy 5%-a több pénzt kap. Ha még ez a hangszert is a kezébe adjuk, akkor az már 10% lenne. De maradjunk egyenlőre. Hát nem is tudom. Nézzük meg ezt a hangszert, mit tud. Területi sebzés. És egy területi sebzés, ami átüti a mágikus pálcázat, és a sorrend végére löki a célpontokat, viszont elég nehéz ez a végrehajtani. Ez a főgyújtás se rossz, de ez a kábítás, ami érdekes, meg ez a sorban a támadás. Adjuk neki a hangszert, majd ha nem jó a hangszer, akkor kezébe adjuk a bumerángot, és akkor kezdjünk neki végre. És még mindig van még miről beszélni, ugye napszakok is vannak. Hányadik forduló van, ugye aki az 50 fordulóban benne szeret lenni, az figyelje. Ez a, ugye a kína főmenüben voltunk ott, ahol ezeket a dolgokat ki lehetett unlockolni, ugye, mint karaktereket, először karaktereket unlockolsz ki vele, aztán kezdő felszerelést, meg ezeket a traiteket fogod, és akkor ha nincs mire költeni, akkor a kostümizációra mindenféle bóc ruhával lehet öltöztetni az embereidet. És mi van még itt, ugye, ennyi élete van, 30. Itt lép majd szintet, ha megvan az 50 pont. Nincsen semmilyen oltár hatása rajta. Az oltár hatása fölkerül, annak az előnyét élvezi, plusz ha meghalna az illető, akkor lehet, hogy meghalna, az oltár hatását fogja elveszteni, és ő úgymond visszakerül a játékban, és ezzel a fókusz a legfontosabb mechanika része. Ezzel javíthatunk az esélyét a próbáink során, és ezzel okosan kell gazdálkodni. Erről majd bővebben. Ennyit sebez az a fegyver, láthatjuk, hogy hetet maximum.
és páncélzat fizikai sérülésből ennyi vonódik le, varázslat sérülésből ennyit von le, és 4% eséllyel elkerülhetjük a támadást, de ha hátsó sorban nálunk nem az első sorban, akkor még arra dobjunk rá 5%-ot majd. És akkor szerintem itt erről beszéltünk, itt a 4 fókusz. Jó, hát akkor nyomjuk most már. És itt a küldetésünk, mellékküldetés 10 körülbelül lejár, főküldetés. Szerintem nézzük meg, hogy hányan lennének itt benne ebben a távolságában. Láthatjuk, hogy ő nincs benne a hobó, az összes többiben van ebben a távolságban. És ide fogunk jönni a tábor felé először. Mondjuk ezt öljük meg egyedül, vagy akár csoportosan. Itt az egész csapat, tehát nem kell semmi trükk. Egyszerűen megtámadjuk. Ha rajta ütünk, akkor kétszer fog dobni erre a szempróbára, ugye volt ez a, lenne ez a tulajdonságunk, tehát azt jelenti, hogy 78% eséllyel sikerül ez az egyik dobás, és a következő dobás megint 78%-a sikerül, és hogyha így ezt matematikus leülés kiszámoljuk, akkor kijön neki, hogy két sikerre 61% az esélye, egy sikerre 34%, nulla sikerre pedig 5%, hát nem tudom. Az a nulla, az 5% az szerintem ennél sokkal nagyobb kéne legyen. Úgyhogy szerintem az az 5%, én azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok. Egy matematikus, ha nézze a videót, akkor számolja már ki, legyen kedves, kíváncsiságú. Szóval, tehát rajta üthetünk. Mi történik, ha rajta ütsz? Egyrészt nem segítenek neki a környezetben álló társai. Ez a legfontosabb. Kettő. Mindenképpen kapsz egy ingyen támadást ellene. Még az ő miatt még cselekedne. De csak a rajta ütő személy. Amikor a szörnyek ütnek rajtunk, ugyanez történik akkor is. Vagy pedig egyszerűen ellopakodsz mellette, és folytatod a mozgásod a térképen, vagy visszalépsz arra mezőre, ahonnan jöttél, mert nem látod értelmét a harcnak. Mi most láthatjuk, 4 résztvevőnk van, és az ő körzetében nincs, aki bevonzana, ugye mondtam is, a tábort nem tudja bevonzani a csetepatéba, tehát ő egyedül van, egy nulladik szintű, a 4 nulladik szintűmmel szemben, sima győzelemre számíthatunk. És itt láthatjuk fönn a sorrendet, a vadász a leggyorsabb, utána van ez a kis goblin líjász, és utána a többiek. És akkor kéne valami formáció, ugye. Én azt szoktam mondani, mindig egy puszjelet próbáljunk meg, puszjel alakzatba próbáljunk meg állni, vagy így puszjelból most vagyunk, vagy pedig egy olyan puszjelbe, hogy ez a 3 mező, meg ez az 1. Középen általában szinte mindig a zenészt érdemes rakni, mert neki vannak olyan támogató képességei, amivel a csapat nagyon nagy előre tett szert, ha a zenész középen a képességét minden társára rá tudja így helyezni. De mondjuk a tank, mi van, ha tank van középen, és így állunk pozitív formáció, és a tank van középen, mi történik akkor? A tank magára irányítja az összes vigyányt, és az összes területi varázslat a csapat epicentrumába landol, és mindenkit el fog kapni ez az átkozott támadás. Nagyon sok területi támadás van. Vannak, amik plusz jelbe támadnak, az a splash. A plusz jel a splash, a fröccsenő alakzat, aztán van az oszlop, azaz kolumn, amikor megtámadod őt, és a mögötte lévőt is eltalálod, tehát átszúrod a kettőt. Ez a kolumn támadás. Van a rov, a sor, a bumerángok szokták sorban, hogy még megtámadod őt, és ő végigpattan itt az egész hátsó soron. Mindenkit eltalálod. Ugye ezek a támadási formációk. Aztán van még a területi, az area, az 6 kockát fog beteríteni. Akkor van a csapat, a group. A group az az egész flancos placot be fogja teríteni. És talán igazából erről is mondtam mindent. Jó, hát azt látjuk, hogy most, ugye, amíg zenészünk itt van a szélen,
és nem nagyon fogjuk tudni bejátszani középet, gyorsan ledaráljuk őt, nem fogunk itt most mozogni, meg vacakolni. Kiválasszuk, vadász van soron, ha nem tud ki van soron, fölnézel ide. Látod, vadász, jó? Vagy itt a zöld négyzet. Vagy ő egy kicsit magasabban van ez a portré, mint a többi. De ezt nézzük, ez a legjobban látványosabb. És mi fog történni, ha ezt a sokkoló nyilvesztőt lőjük rá, ennyit fog sérülni, attól függ hány siker dob, látjuk, hogy kettőször fog dobni. Ha mind a kettő sikeres, hetet fog sérülni. Ha egy se sikeres, akkor nullát, ha csak egy siker van, akkor mondjuk hármat vagy négyet. Tehát ezt így kell elképzelni, és ami alatta van fősorval, vonal alatt, ez a rész, ez azt jelenti, ha mind a kettő sikerül, akkor tökéletes a támadás, és megkapja ezt a sok effektet. Ez az egyik legszemetebb effekt, amit a szörnyek ellen tudunk használni, ugyanis képtelenek tökéleteset támadni, és ha nem tudnak tökéleteset támadni, akkor nem fog a szemét képességük érvényesülni. Meg fogunk sérülni, az kétségtelen, csak mondjuk nem fog minket megmérgezni, az mondjuk nem rossz. És 78% az esélye, hogy egyel is gurít sikert, és ahhoz, hogy mind a kettővel tökéleteset gurítson, 61% az esély. És mi van, hogy akkor tökéleteset gurítunk általánosságban, nem tudják kikerülni a támadást, dodzsolni ezzel a zöld értékükkel. Mivel a hátsó sorban áll, biztos, hogy kap 5% kitérést, plusz ez egy kis fürge kis teremtmény, akinek biztos van alapból vagy 10%, de ha tökéleteset gurítunk, és mind a kettő telibe sikeres, akkor nem tudja kikerülni. Ez nagyon fontos. Ezekkel szemben mi ki fogjuk tudni kerülni ezzel az értékünkkel ezt a támadást, még nekünk megadja az esélyt rá. Ennyiben jobb, szerencsésebb helyzetben vagyunk. És még valami, ami lesokkoljuk ezzel a villámeffekttel. Ugye nem fog létrejönni, nem lesz tökéletes a támadás egyrészt, kevesebbet sérülünk ezért. Másrészt nem fog létrejönni az a különleges mellékhatás, ugye, ami itt ebben a mezőben szokott lenni feltüntetve, az nem fog tudni létrejönni. Ezzel szemben, ha minket sokkol le, ugyanezt történik, hogy az egyiket átszínezi bal sikerri alapból, amíg ez az effekt rajtunk van. Viszont, ha mi elhasználunk egy fókuszpontot, akkor azt az bal sikerre ítélt dobást behelyettesíti egy biztos esetben sikeres dobássá. Most mutatom, jobb klik, figyelj. Jobb klik, látod? Ez egy könyvelt garantált siker lett egy fókuszpont elhasználásával. És azon felül, hogy ez egy garantált siker, azt mondta még, hogy az összes többi, ha mondjuk itt lenne 3 vagy 4, az összes többi további dobáshoz még ő hozzácsap a sikerhez még plusz 10%-ot. Így kijön az, hogy 88% a siker az esély. A tökéletes siker. Az nagyon jó. Szóval mi, hogyha kettőt használunk fel, jó klikkel még hozzáadok egyet, az biztos, hogy mind a kettő siker, ez 100%-ot talál. Ha még mondjuk itt lenne még egy dobás, egy szem, akkor arra dobna, és hány százalék esélye lenne a tökéletes sikerre? 78 plusz 10 plusz 5. Tehát akkor 93% esély. Jó? Tehát minél több fókuszt használunk fel egy adott próbához, annál kevesebbet kapunk pluszba a százalékhoz. Tehát ez plusz 10% sikeresély, ez már csak plusz 5, ez már csak plusz 3, ez már csak... mit tudom én. Na, ennyi. Kettőnél többet nem illik felhasználni. Csak nagyon-nagyon fontos esetben. A fókusz kevés van, és okosan kell vele gazdálkodni. Jobb kliket nyomva tartom, visszaveszem a fókuszt. Na! Nem fogunk fókuszt pazarolni, simán szitává lőjük. Ő jön, de van sokkova, bal sikerrel ítélődött az egyetlen kockája, úgyhogy nem tud csinálni semmi, szerencsétlen. És akkor a fakaróval mellé támadtunk, de még jön a többi. Klacs. És itt a zsákmány. A zsákmányt mindig a zenész veszi fel a pénzt, mert neki van rá most 10% bónusz pénz.
ugye, jó, emlékszem, megnéztük ezt. Tehát 4 helyet, 4 plusz 1-et kap, majd itt lehet is látni fölötte. Nézd, 4 plusz 1, látod? És itt ez egy tőr, ami a sebességgel, és ez egy egykezes fegyver, tehát akik gyorsak, az a vadász, és a tank, a hobó, de mivel egykezes a fegyver, és nem így, ezért a hobó fogja használni, és meg is fog ennek örülni, mert ez egy jobb fegyver, mint az a flancos karója, ugyanis ez a fegyver átüti a páncélzatot, plusz még növelti magának a tanka kitérését, úgyhogy ezt most fel is, oda is adjuk a kezébe, az már a kezébe van. És folytatjuk fel az utunkat, ugye arról volt szó, hogy mi ide jönünk most, ebbe a kis városba. Ez a küldetés, 4 tapasztalat. Ezt mindenki megkapta, ezt a 4-et. És akkor itt van, hogy adja a feladatot, hogy beszéljünk Grizellel, akit itt tartanak fogva az őrházban, hogy az ellenállást segítsen megszervezni, és hát éppen kikészülnek kivégezni, és meg kell akadályoznunk ezt a zsarnoki tettet, és ki kell szabadítanunk őt, úgyhogy le kell rohannunk ezt a őrbódét, őrtornyot. De ahhoz, hogy ezt sikeresen járjunk, el kell terelni a királynő őrségének figyelmét azzal, hogy őrizetlenül hagyják, azért, hogy őrizetlenül hagyják ezt az őrtornyot valamennyien szinten, ezért nekünk most meg kell keverni kicsit a szart. Például egy kocsmai verekedést kell itt szítanunk. Itt pedig a királynő ellátmány szállító hajóját kéne felgyújtani. Ez egy nehéz küldetés lesz. Mármint olyan értelemben, hogy ez egy tulajdonság próba lesz, amit valószínűleg csak ő fog tudni kivitelezni sok fókusz feláldozásával. A kocsmai verekedést az a csapat fogja kivitelezni. Jó, ennyi. Nézzük meg azért, mi a küldetés van itt. Ez itt egy egész pofás kis pajzsnak néz ki. Annyi a különbség a mostani pajzsunkhoz képest, hogy aki megtámadja a tankot, az 2-t sérül. Nem egy nagy basszisdász, de pénzünk van dögivel, tapasztalat. Az is jól jön. Ez viszont, ez szuper jó. Tábort vertünk a térképen. Gatyába rázna a csapatot, és elég nehéz vásárolni, mert nem mindig kapni ilyesmit. És adj egy levelet, amit majd el kell juttatnunk, gondolom. Ez a küldetés kértük most, ezért fogjuk kapni mi ezt a tábor felszerelést. Ha ezt a levelet elvisszük a szoborhoz, ami itt van valahol, hol is van? Itt, ide a szoborhoz kell elvinni. Ezt a szobrot, ha fölveszi az emberke, visszatölti az összes fókuszát, és ad egy csomó tapasztalatot annak az illetőnek, aki ezt meglátogatja, jó? Na, akkor elfogyott a mozgáspont, 0. Ha feláldozok, jobb klikkel, mozgáspontot, akkor téphetek 1-et, és hát látjuk, ez a támadó területe ennek a tábornak, és én ide akarok jönni, hogy részt akarok venni ebben az ütközetben, ne hagyjanak ki, mert ez egy tábor, ez egy nehéz harc. Ha itt áll, tehát nézzük a piros mezőt, ha piros mezőben állunk, biztos, hogy becsatlakozunk. De mivel ő, neki van egy íja, ami a support range-t, ezért ő plusz egy mezővel távolabbról be tud szállni a csetepatéba. Tehát akkor hova kell állnunk? Ide el kell jutnunk. Ide. Egy fókuszt elhasználtunk. Ez a különleges képesség a vadásznak, energy boost, ha elfogy a mozgáspontot, kapsz egyet ingyen, tehát megint lépünk egyet. Ez egy körben egyszer fordult elő. És még egyet kéne lépnünk, hogy idáig eljussunk, így is. És megint kaptunk energy boostot. Még egyszer előfordulhat? Hát ez tök jó, azt hittem csak egyszer. Mert esküszöm neked, hogy a enciklopiádével ezt olvastam. Na mindegy. Tehát léphetünk még egyet. Nézzünk be azért ide, hogy még mindig range-be leszünk. Így, jó. Következő illető. Így megyünk sorba, jön a hobó, a tank, aki most elindítja ezt a csetepatét. És nézhetjük, hogy én shift-tel lekérem az információt, akkor láthatjuk, hogy mind a 4 személy be fog szállni a harcba. Ez egy első szintű tábor, nálunk erősebb ellenfelekkel, és ők is 4-en vannak.
ez egy nehéz összecsapás lesz, ahol minden tudásunk összegségünk lesz. És a bicsánk, simán harcolunk, rajta ütünk, akkor mi leszünk az elsők. És igazából, ha azt nézed, ez a hobónak elég magas ez az értéke, de ez egy tábor. És ha nem sikerül a rajtaütés, akkor mi történik? Ők ütnek rajtunk, tehát nagyobb kárt okoztunk, mint hasznot. Úgyhogy hiába pakoltam pontokat, nézzétek meg, hogy ez még mindig nagyon gyatra. A vadásszal rajtuk lehetne ütni, de ezzel bemerni, vállalni nem éri meg. Ellopakodni nem akarunk, mert ez a küldetésünk sima ütközetet kezdeményezünk. Ilyenkor nem lep meg senki senkit. És itt is vannak. Pénzlopás. Nem sikerült. Pajzsátütés. Megzavarta a bajkeverő. A különleges képességével. Mi lesz a formáció? A zenésznek kéne középen lennie. Tehát a zenész ide fog lépni. Ő ide fog lépni. A vadász ide fog lépni. A tank pedig ide fog lépni a zenész elé. Ha kezdjük el a mozgást. Mozgunk egyet. Kijön a sorban. A vadász fog következő. A vadász nem tud ide lépni, csak ide. Az úgy jó nekünk. Akkor lépünk még egyet. És miért kettőt lépünk? Vajon miért lépünk kettőt? Mert a fegyverünk, jól látom, hogy van még tárgyunk, ezt lehetővé teszi. Most nem emlékszem, melyik tárgyunk. Most így hirtelen, na lépjünk még egyet. Jó. Ja. Kétféle támadás van. Ja, igen, ezek a rombusz alakok, ezek a elsődleges képességek, ebből csak egy van mindenkinek. Kívül, hogy valami tárgyat, speciális italt mondjuk elfogyasztott, akkor kettőt is lehet. Ritka esetben van kettő. Ezzel tudsz támadni, vagy egy védekező, vagy támogató képességet használni. És ezek a négyzetek pedig a másodlagos cselekmények, abból most kettő van ennek az embernek, valakinek csak egy. Alapértezete egyen rendelkeznek körönként. És itt látjuk a szimbólumnak, hogy melyik, mihez kell. De fegyvert váltani például egy másodlagos cselekmény, megmozogni, ez a tanút, ez majd fogjuk használni mindjárt sokára. Mivel nem tanútoltunk még, nem tudjuk magunkra arragítani őket, úgyhogy megpróbálunk leszúrni, átütni a pánciát valakinek. Mindenki kék balsot látsz, tehát fizikai páncélzattal rendelkeznek, a varázslók ellen ők ki vannak szolgáltatva. Ki a legveszélyesebbnek tűnik? A zsebtolvajokat nem szeretjük, de nincs pénzünk. Viszont a késükkel átütik a tanknak a páncélzatát, ami egy, tehát igazából nem egy nagy vasszizdász. Szóval ez nekem egy marha nagy fegyver van a kezébe, és az nekem nem tetszik, úgyhogy ő lesz az első, akit meg fogunk tenni lábbalól. Most a kérdés, 75%-ot bevállaljuk ki, hogy elhaszt használjunk egy fókuszt. Bevállaljuk, fókusszal gazdálkodunk. Nem sikerült. Van ilyen. A vadász azt beszélik, hogy... Hogy is van ő? Lehet, hogy rossz helyre jöttem? Nem jó helyre jöttem már, csak ide akartam volna. Oké, akkor a herborista jön ide. Igazából talán annyira nem is fontos még a formáció szerintem. Na nézzük. Sokkoló nyílvessző, ugye ezt beszéltük, ezzel páncért tudunk átütni. Ki akarunk sokkolni? Azt akarjuk sokkolni, aki valamilyen szemét képességet akar használni. Ő például biztos le akar minket vinítani a fegyverével, vagy az páncét szétrombolni. Ezek a zsebtolvajok viszont, hát igen. A zsebtolvajt megsokkoljuk, elhasználunk egy fókuszt, akkor nem fognak tudni gyakorlatilag megsebezni, mert egy kockadobásos a tör, ez nem sikerült, ez most pek. Most már lop. Most ezt például semleges tettem volna az áram, ugye a sok hatás. Na nézzük. Varázsló. Termesszünk le valakit. Őt fogjuk megdermeszteni. A ledermesztett célpont
többet sérül, 25%-a, három körig tart. Itt pedig átütő a páncizat, az mondjuk nincs ilyen vágós páncizat, úgyhogy ez most nem számít. Na nézzük, ez létrejött, ledermett. Láthatjuk is, hogy le van dermedve. Jobb kliket rányomok, akkor mutatja is, le van dermedve, jó? Jön a zenész. Ez fröccsenő, tehát plusz jel alakba hat. Ez sebez, ez pedig a körsorrend végre küldi őket. Amíg az nem lenne rossz ezeket most hazavágni hátulra, mondjuk ezeket itt. Ezeket vágjuk már hátra a körsorrend végére. Nézzük, remélem bejön. Nem jön be. Ezt megzavartuk. Ez pedig fájt volna. Ez a fejsze az rohadt nagy. Ez szerencsére nem sikerült. Ez sajnos igen. Ja. Na, akkor most jön a tank. Akkor nem bolygatjuk az alakzatot. Ha ez sikerül ez a taunt, akkor mindenki őt fogja támadni. Ami nekünk nem jó, mert igazából se nem a kitérése nem magas neki, se a páncizat, ugye ezt most nem fogjuk használni. Kívül akkor érdekes, ha ezt használjuk, akkor nő a kitérése. De próbálj még túl ennek próbálj ledarálni őket minél előbb. Ez a legjobb dolog, ami most bekövetkezhet. Ez a tör átütő a páncizat, és már megint nem sikerült. Ez óriási. Na, sokkoljuk le őt. Nem fogunk használni fókuszt, rábízunk magunkat a passzívra, hogy háta beadja a passzívot, és egy tökéletes dobást fogunk látni dupla sebzéssel, jó? Ezt most nem adta be, de jókat gurított a kockával. Ajjajjaj. Ezzel megnövelhetjük a páncélzatát, mondjuk a tanknak. A tankoltatni szeretnénk, de most nem akarjuk. Inkább pusztítsuk el őket, de nagyon gyorsan. Szerintem erre most nem kell tökéletes fókuszt pazarolni. Ez így eléggé jól megy. Na, megpróbáljuk megint ezt a tömeges lassítást újra. 67% esélye. Ha ez sikerül, ők hátra mennek a sor végére. Így van. Ó, ez nem sikerült, úgy, ahogy tervezte. Na, ismét a tank van. Hogy állunk HP-gyűleg? Hát igen, a tank most ne tanultoljon, mert kevés a HP-ja. Most mindenkit fognak támadni. Vagy véletlenszerűen, vagy például taktikai megfontolásból, azt még nem sikerült. Itt tapasztalom, öljük már meg őt. Erre van reális esély, hogy most megöljük. Ja. Vadász. Próbáljuk meg őt. Most vagy besokkoljuk, vagy duplát sebzünk, ha szerencsénk van. Fókusz nélkül. De sok hatás lett most csak. Ez valószínűleg most már nem fog tudni minket megsebesíteni. Mert egy kockával dob próbált, és az le van sokkolva. Az a kocka bal sikerre van ítélve, ugye. Neki a páncélzat, tehát próbáljuk már meg. Várjunk csak. Inkább őt. Dermesszük le. Hogy így csináljuk? Ja, őt. Nem sikerült, nem semmi gond. Nem fogjuk még egyszer őket hátra küldeni a sor végére, mert megpróbáljuk őt egyszerűen megölni. Most ők jönnek. Ugye a bal sikerül, hogy ítélve a sok hatás. Ez nem ér semmit. Ő se ér semmit a sok miatt. Ő fog, viszont bántani fog csúnyán, de szerencsére nem nagy a baj. Megint ők jönnek, le vannak sokkolva és nem érnek semmit. Akire most rápacsáltak, most kivégezzük az egész bagást. Kezdjük a szélével, mert a fröccsenő sérüléssel számolunk, jó? Lássuk. Nézzük az íjászt. Aja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 j
óriási szerencse. És most a zenész jön. Remélem ezt nem dodzsolják.
Ajajaj, még egyszer van? Azt hittem. Na. Vessünk neki véget. Hát igen, azért megcsapkodtak rendesen. Főleg a kis csövest. Hát ez egy sebző cipő. Úgyhogy ezt ő fogja kapni szerintem. Senkinek nincs még cipője. Ezt leszögezem. Föl is húztuk a lábára egyébként. És itt ez a szuper tank páncélzat, és pont a tank győzte a tábort, hogy rá is húzhatjuk egyből. Méreg és átok ellenállás, immunitás. Nagyon fontos a méreg. Való védelem. És meg kell szerveznünk, hogy merre akarunk tovább menni. Azt tudjuk, hogy ezzel az emberkével el kéne vinni a levelet ide alulra. A vadásszal. Tehát a vadász az valószínűleg itt erre körbe fog slisszolni, és elmegy a szobor fele. Addig, hogy nyerjünk valami időt, a csapat többi részével haladjunk. Mi a küldetés? A kocsmába kéne menni, igaz? Na, kérjük le az információt a kocsmára. Nézzük, azt mondja, hogy senki sincs itt a fájtban. Vannak olyan helyszínek, például épületek, mint a kocsma, vagy az őrbódé. Nézzük az őrbódit. Azt mondja, nem tudjuk most. Jaj. Tehát ilyen épületek, helyszínek, főleg barlangokra igaz ez, hogy elég oda egy ember oda menni és bemenni, és azt mondod, hogy az egész csapatot behúzod oda, aki ezen a terület térkép részen tartózkodik, az összes ember be tudod rántani magaddal. De vannak olyan helyszínek, ahol a csapat egészével oda kell slattyogni, és a kocsma pedig pont egy ilyen hely, hogy a csapat egészével oda kell menni, mert nehéz harc fog rád várni. Úgyhogy el kell indulnunk egyszerűen a kocsma felé. És igazából nem fog most elkülteni azért két fókuszt, vagy hármat, hogy madárlenni harcban részt vegyessek, úgyhogy egyszer lelőm a körét meg a szerencsabogárnak. Tárgyának köszönhetően gyógyult körönként két pontot, tehát szépen az jön visszafele. Még egy dolgot megnézek, bár nem ez, már nincs csak, de még ezzel megnézhetem. Nézzük már be a boltba még gyorsan. Van-e ott még valami, amit esetleg akarok lenni ennek a csapatnak? Gyógynövény az jó mindig. Ój, de durva! Ezt azonnal megveszik. Van jó tőr a tanknak, ez kihagyható. Ez szar. Ez például egy ampa, és nem csak, hogy jobban véd, de a tank be tudja magát védeni még jobban. Ez hasznos lehet most. Páncélt azt nem szívesen veszek. Jó, vegyük meg ezt, ezt mindenképpen megvesszük. Tessék. És ezt oda fogjuk adni mellett állónak, hogy majd utánunk tudjon eredni. Sőt, megvesszük még ezt a pajzsot is. És mivel ez a pálca egykezes, miért ne használhatná addig ezt a pajzsot, amíg oda nem adjuk a tanknak igazából. Semmi akadálya. Jó. Pénzt azért adjuk vissza ennek a fazonnak, így. És akkor ezt a gyűrűt, vagy mi fettünk? Ez valami derékszínak nézem, vagy nem is tudom, korlár, mi az? Csuklópánt? Lehet. Ezt fölrakjuk neki. Jó, sokat fog most lépni majd. Elképesztően sokat fog mozogni. És akkor a vadász jön ide le. Útközben a vadásznak oda kell adni ezt. Majd valahogy át kéne játszani, hogy hamarabb odaérjen. És itt pedig azért nézzünk be ide. Hát én csak. Hogy hova is megyünk? Ide megyünk? Kicsit nehéz eligazodni a térképen. Itt van egy páncélkereskedő. De nincs pénzünk. Hát most nagyon rosszat dobott a dobásra. Csak azért lett. Amúgy egyet mozogna szerintem, ha nem lenne rajta ez a tárgy. Na nézzük. Itt azért elszagolok erre. Hoppá! Na ezt hívják úgy, hogy... Na várunk csak. Én nem láttam azt a farkast. Az ott volt? Vagy ezért rajtaütés?
Na jó, annak ez egy, szerintem egy sima harc lesz, ketten fogjuk legyűrni azt a farkast. Dualdi szintű farkas, de ez nem olyan vészes. Nem vettem észre egyszerűen. Nem látom a térképen mindig, amit kéne. Beleolvad, barna színű farkas a barna színű tájba, beleolvad egyszerűen. És nem fogok eléállni, hogy védjem a testem, mert azt szeretném, hogy eloszlana a sérülés a két ember között. Úgyhogy nem fogjuk védeni az egyik a másikat. Vagy esetleg eléállok, és fölnyom ezt, és megnyomom a páncélomat. De inkább egyszerűen kifüstölöm a francba, és kész. Ledermesszük. És ő pedig befejezi a melót. Kritikust sebzett. 10% vagy 5% esélye volt rá. Na és azt kell tudni a kritikusról, hogy miatt még itt mindenféle téveszmébe ringatja az ember magát, hogy majd duplát üt. Nem üt az duplát. Nem. Igazából elég keveset ott. Nem is tudom, talán egy 25%-ot úgy vettem észre. Mondjuk azt írjátok, hogy nehézség függvény, hogy mennyit ad. Én nem tartom ezt a kritikust egy hatékony dolognak, hogy arra kéne most építenem a csapatot, vagy ilyesmi. Na most ugye egyszerre kéne eljutni a csapattal a célba. Most léptem egyet, elvesztettem a mozgáspontot. Mi, hogyha most leveszem ezt, az iránytűt, és odaadom a hobónak, akkor ugyanúgy megmarad a mozgáspontom, igaz? És a hobó fölvesz, és utánunk ered, mert egy kicsit lassabb figura lesz, mint a vadász. Így azért összehangoltan tudunk közlekedni. És akkor azért, nem is van, ez a vadász, ez... Azért nézzük meg, hogy van helyre próbál meg állni, hogy azért... Itt legyünk a harcban is. Hova megyünk? Ja, ide jövünk. Vagy a kocsmába. Oké, nem gondolom. Milyen sokat lép, mert ott van rajta ez a... az iránytű. Főleges csatározásokat kerüljük el azért, jó? Én szerintem ő vele innen fogok jönni. Várjunk csak. Ez kettő, ez ő. Hát ide inkább innen jövök, és akkor benne lesz az csatában a tank is, ha esetleg valami baj lenne. Nézzük a boszorkányt. Hát jöjjünk akkor innen mindenkivel szerintem. Hát is van. Mi nem lehet inspektálni vajon? Na mindegy. Támadjuk meg. Na mi történik itt? Kiket vonzunk be? Jó, ez elég sok. Két varjú, a két goblin, ugye? Rajta ütni szerencsére elég jól tud ez a csaj. Nézzük az esélyt. Egy fókusz. Két fókusz. Két fókuszra rajta ütünk, akkor leválasztjuk a csoportból őt. Vagy pedig megvárjuk, míg távba kerül ő, és utána nem használunk el. Nem használunk el semmit. Jó. Inkább megvárjuk, hogy ő is a távba érjen. És akkor szépen, taktikusan. Na, nézzük. Ekkora a kocsmának a területe. Tehát idáig a varjúig el kéne jutni ahhoz. Akkor most támadjuk meg. A vadász pedig a rajta ütés mestere. Azt ugye mondtam is, hogy nem csak hogy magas ez az értéke, még kap hozzá egy különleges képesség miatt. Azt mondja, hogy egyel kevesebb, nem három, kettő dobásra van neki csak szüksége. És én ezt megveszem fókuszból, akkor ez egy nagyon jó esély. Úgyhogy ezzel megpróbáljuk most leválasztani a csoportból ezt az egy célpontot. Vaj, sikerült is.
Hát ezt nem ragozzuk túl, simán bedaráljuk, azt kész. Főleg, hogy kétszer támad a rajtaütés miatt a vadász, ugye a vadász egymag lesz simán szitává lőtte volna. Egy rajtaütéssel, ha nincsen segítség akkor is. És én azt mondom, mivel vadásznak van még egyéb dolga, hogy őt szólózzon, úgymond egyedül elkolbászoljon. Én azért ezt mondom, hogy a vadász kapja meg a jó minőségű mozgás segítő parperecet, és ő fog elvinni a levelet is a szoborhoz, tehát egy csomó tapasztalatot fog kapni. Viszont van nekem ugye még egy, ő pedig használja ezt a gagyit. Hát ez egy lassú, nem is lassú ez a figura. Úgyhogy adjuk a lassú figurának inkább ezt. Aki lassabb, az igazából ez a kettő figura. Hát igen, adjuk inkább a cigány muzsikusnak. Hogy mindenképpen úgy helyezkedhessen, hogy a csapatnak a hasznára lehessen. Jó. Veszem kézbe. Főraktam, ugye? Főraktam, jó. Jó. Tehát a kocsma a cél, ugye? De ez közel kéne menni. És itt még van egy tábor. Hát az most nem érzem magam elég erősnek, hogy mindenféle táboroknak neki ugorjak. És a következő utunk... Igen, és itt van Jeremy és az ő haverjai nem fizetik a fogyasztásokat, és ők balhéznak. Egyre csak ketten vagyunk a közel, úgyhogy most nem fogunk bemenni Jeremyékhez balhézni, hanem megvárjuk a többieket. Ez egy komolyabb, egy ilyen mini boss fightnak fölfogható valami lesz. És ez pedig... Hogyha végeztünk a kocsmába, akkor elindulunk szerintem. Talán még a tábornak nekiugorhatunk esetleg utána. Mindegy, egyenlőre jöjjünk ide a közelbe, aztán majd meglátjuk, hova akarunk menni, jó? Egyenlőre itt megállok. Ja, ezek leblokkolt mezők egyébként, nem látszik. Én legalábbis nekem nincs hozzászemem, de ide nem tudunk lépni. Úgyhogy ide, hogy ide akarunk benézni a kérdőjeles helyre, akkor valószínűleg a tábort meg kell támadni. És engem érdekel, hogy mi van itt, mert itt lehet barlangtól kezdve, ami tele van kincsekkel, bármi, ami számunkra értékes lehet. Úgyhogy nem hagyunk egy zónát se kérdőjel nélkül. Mindenféleképpen el fogunk oda jutni, jó? És azért gyógyult 5 pontot, mert 3 szabad mozgáspontunk volt, és azt átváltotta ugye gyógyításra, és ő vele is idáig jövök el, és a zenészt be kell várni mindenképpen, és kezdődhet is a kocsmai csetepati. De jó, hogy adtam neki azt a mozgásos cuccot. Ugye. Na, akkor ő indítja a támadást, a zenész. És itt vagyunk mind a 4-en, 0. szintű kocsban, nem tudjuk milyen megpróbáltatások várnak minket. Hát ott van Jeremy és a bandája balhézik. Ez egy piti bűnöző. Indul a harc. Ez egy mozgató képesség, ami elkábított minket. Ha el vagyunk kábítva, ez a méreg mellett a második legrosszabb dolog, ami történt velünk, ez a kábító daze effect. Nem fogunk tudni mozogni, sem tárgyakat, egyéb különleges képességet használni, amik ugye négyzetes cselekményt igényelnek, tehát nem tudunk fegyvert cserélni, mozogni most ezzel az emberre. Itt, ahol állunk, nem fogunk tüzet kitni. A villám effektet kinek akarjuk érvényesíteni. Ez a puszta kezes ember nem tűnik túl félelmetesnek. Ennél van egy törött üveg, hát amivel vérzést okozhat. Jeremy kardja valószínűleg át fogja ütni a páncélt. Az elég ijesztő. Ezért pedig van egy szék, amivel össze-vissza tud minket lögdösni a térképen. Én szerintem ezt a vérző effektet ezt ki kéne kerülni, mert ez nagyon alattomos dolog. Úgyhogy megpróbálunk fókusz nélkül itt valamit alkotni. Siker. Igen, nem fogunk vérezni. Ugye azt beszéltük, hogy a zenész mehetne középre. Akkor
akkor itt lesz majd az emész, jó? Én pedig itt maradunk. Magukra vonni úgy a tüzet, az összes figyelmet. 53% esély, elhasználunk egy fókuszt, 83, sikerült. Mostantól mindenki őt fog a támadni. Baj az, hogy alig van élete, de talán túléljük a kört, sőt, ráeresítünk egy ilyenre, ilyennel, 75% esély, és megnöveljük ezt a 6% kitérést. Ennyi lesz? 21, az már jó. Illám effekt 6, ez egy kábítás, ezt simán elrontotta, ezt megzavarja, a baj keveri. Eddig jók vagyunk. Na, ez nagyon szerencsésen megúszta az illető. Én szerintem vele itt fogok maradni, majd később belépek ide a vadász helyére, és kezdjük el őket. Én mondjuk azt mondom, hogy vagy megnövelem a páncélzatát neki, itt mindenki fizikait támad. Úgyhogy ez csak saját magamban működik. Nem. Nem szerintem, már én csak. Mind a kettő gyakorlatilag ugyanaz. Ja, csak más tulajdonság kell. Növeljük meg a páncélzatát a tanknak, jó? Egy első felvonásban. Nem sikerült. Ez nem jó. Zenész helyezkedik. És azt mondja, hogy jó lenne hátra zavarni őket a sorban, mondjuk. De azzal fogy a fókusz. Ha fogy a fókuszunk, kifog rajtunk a hajó, amit fel kell gyújtani, úgyhogy most ezzel gazdálkodni fogunk és sérüléseket fogunk szenvedni. Kik a veszélyesek? Ugye ez le van sokkolva, ez nem veszélyes. És elkezdjük Jeremyt megbombázni. És ott mellett állókat is. Hát kikerülték. Hátra küldi a sorban, a sor végére a tankot. És újabb sokkoló. Sokkoljuk le például Jeremyt. Várjunk, csak helyezkedjünk elő. Ide jövünk, jó? Lesokkoljuk Jeremyt. És szerencsénk van, kritikust fogunk rajta lőni, ugye a képesség köszönhetően, ez nem sikerült. Egyik se. Megzavarjuk a szítést, jó? Ezt is megzavarta, nagyon jó. Herbalistával bemegyünk, és itt kialakítunk egy ilyen plusz jel alakot. Ennek lehet, hogy most még nincs jelentősége, de majd lesz. És pedig kezdjük el dermeszteni, vagy megint próbáljunk páncélzatot? Próbáljunk meg páncélt adni ennek a jó embernek. Még egyszer. Mert kevés az élete, jó? Hát ez nem igaz. Jó, kezdjük, amit, folytassuk, amit elkezdtünk. Milyen jó a kitérésük. Nézzük, itt mikor járnak le az effektek. Nem sokára le fognak járni az effektek, most még nem. De most ideje valakit megölni. Mivel ingyen van ez a taunt, felfrissíthetném, de nem akarom, mert szeretném, bármint csak. Gyógyuljunk egyet. 17 pontot gyógyít. Tehát akkor maxon is leszünk majdnem, hogy gyógyuljunk meg. Megeszi a gyógynövényt, majdnem meggyógyul, és akkor őróla lejött ez a villám effekt. Úgyhogy megpróbáljuk ezt, nem tudjuk megölni. Túl sok az életem még hozzá. Úgyhogy szerintem kap még egy villám effektet. És valahogy ezt kéne megölni, mert ez is a másik veszélyesnek tűnő figura. És nem sikerült. Jeremy bénít. Levenítja a tankot, szerencsére meggyógyult, úgyhogy akkor a veszélyben nincsen. Na, próbáljuk már meg kilőni ezt. Ez csak sok effektet fog kapni, de az nekünk még az is jó. És egy életem maradt. És lesokkolódott, tehát én most nem ér semmit. Őt megzavarjuk. Akár le is kábíthatott volna. Ő megpróbál minket arrébb lökni azzal a székkel, de nincs hova lökni egyrészt, másrészt nem sikerült neki. És most eljutottam arra pontra, hogy nem fog páncélt adni. Mert igazából gyűlnek itt a halottak az ellenség oldalán. Jeremy fog jönni, őt nem fogjuk tudni megölni, viszont jó lenne
őt lefagyasztani, ami szintén nem sikerült. De viszont most ez a fröccsenés elviheti ezt a sérült embert. El is vittem. A zenész a sor vége kerül. Ez nekünk jó. Imádom a zenészt utoljára jönni. Na nézzük, Jeremyt le kéne sokkolni. Ne járjon sikerre, hanem egyszerűen. Na végre! Oké. Így nem fog tudni lebénítani még egyszer. Csak ezzel mi van? Előbb még ezt a figurát le lehet bénítva az előbb. Egyszer már kimaradt volna. Na mindegy, nem rakjuk fel újra a cuccokat. Most hagyjuk a tauntot, mert lejárt az összes védő cuccom. Most simán szétgyilkoljuk őket. Még pedig őt megpróbáljuk. Elpróbál elmozdítani a székkel. Nem sikerült. Szedjük le a kis haverját. Na, nem tud bénítani a sok miatt, nagyon jó. Hát ezt megszívta. Ezt megölhetjük, ha sikerül, találunk, akkor ez meghal. Jó, hát csak egy jelenfő maradt. Dermesszük le. Erre most el fog költeni egy fókusz szerintem. És az, hogy azzal gyerünk egy kört. Le van sokkóban, nem fogok elhasználni fókuszt, mert annyira nem veszélyes ebben az állapotban. Látod? Ártalmatlannak tűnik nagyon. Meg. És ennyi. Szétvertük a kocsmát. Varázstekercs, teleporttekercs, ez mindig a varázslónak kell adni, mert magas az intelligenciá, és messzebb tudunk térkaput nyitni vele, úgyhogy a herbalista kapja. Egy kis pénz, egy törött üveg, ez a tanknak szuper, egykezes fegyver. Ha nem sikerül a fegyverre támadni, bal siker az összes, akkor a fegyver megsemmisül. De jó kis bicskánk van pedig. Van ez annyira jó vajon? Hát ez egy támadó fegyver. Ha véreztetni akarunk, akkor a üveget használjuk, de amúgy ez a goblin bicska, ez jobbnak néz ki. És a szék, egykezes, tank, fegyver, ezzel le tudjuk őket pofozni jobbra-balra. Próbálj meg valami szituációt kovácsolni belőle, úgyhogy ezt a kezébe is adtam. És a közelharcosok legnagyobb veszedelme, hogyha le vannak fogva, úgyhogy a tank az egyetlen közelharcos per pill, úgyhogy igen, és ez a sisak pedig megvédi a kábítástól, mondjuk a tankot, ami nagyon fontos neki. És így akár a boszorkány sapkát végre át is ruházhatjuk. Most ilyen érdekes, 100 pénzt kaptunk, és figyeld meg, a nő elvesz belőle 99-et. Mert ugye tartóztak ezek a rossz fiúk a piába, de hát az miért rajtam veri le? Na mindegy. Végül is egyetértek. Őket illeti meg bizonyos értelemben. Ezt a sapkát ezt odaadjuk mondjuk. Nem is tudom, vagyok a vadásznak talán. Hát a vadásznak nem kell a fókusz annyira. Adjuk inkább oda a bajkeverőnek. Neki kell a fókusz. Következő állomásunk, ez a tábor szétverése, hogy meg tudjuk, hogy mit rejt az a két felderítetlen terep, mindenki távolságban van igazából. A csapat viszonylag jól van, úgyhogy ezt most azonnal meg tudjuk lépni. És addig lépjük meg, amíg a vadász nem szalad el a szobor felé.
Most itt a kérdés, hogy rajta ütünk egy táboron, nincsen fókuszunk, tehát nem fogunk, nem fogjuk megpróbálni, simán harc lesz. Hát nem, nem bűroztak nagyon ezek a srácok. Na nézzük, mi a terv. De a terv az, hogy mivel nincs olyan képességünk, hogy helyezkednünk kelljen, szerintem, ha jól emlékszek, nincs olyan, egyszerűen próbáljuk meg a közelharcosok kivételével mindenkit a hátsó sorban óvni, azért jöjjünk ide egy kupacba, nem is csináljuk. Ja, mindenki ide jövünk egy kupacba azért. És akkor nézzük azt, hogy a sokkoló nyíl, ők ketten még nem voltak, tehát egyiküket fogjuk sokkolni. Mondjuk a szélsőt kezdjük, mert többi nagyobb eséllyel viszi el valami területi csapás. Egy szép sokkoló lövés. Ó, az páncél átütő támadás. Igen, a tör, akinek tör van, abban biztos lehet, hogy át fogja szúrni a fizikai páncélt. Tehát a tanknak ezt a négy fizikai páncélt simán viszi, átviszi ez a kés. Na, menjünk közelebb. És én azt mondom, hogy ezt az íjászt... Left. Íjászt lökjük már arra. Egy fókusszal 83% az esély. Az el fogod kábulni, nem fog onnan tudni elmozdulni egy körig. Ha sikerült volna, de nem sikerült. Ennek nem örülök annyira. Lépjünk közelebb. Többiekhez. Na. Páncélt nem növelünk, mert a török átviszik, de megpróbáljuk őket inkább egyszerűen ledarálni. Egyszerűen ledaráljuk őket. Még pedig úgy, hogy még ezt meg kéne dermeszteni, és akkor... nem sikerült. Na mindegy. Na nézzük. Küldjük őket hátra a sor végére. 67% esély, nagyon gyatra. És sikerült. Ők hátra csúsznak a végén. Az miért volt piros? Jó, mert megzavarta a bajkeverő. Azért volt piros. Oké. Tehát most már tudjuk, mi a helyzet. Én azt mondom, hogy... sokkoljuk le őt. Most jön ő, aki esetleg most magára is tereheti a figyelmet, mert elég sokan nem vannak sokkolva. Így van. És őt fogjuk ismét megpróbálni balra elütni, de ezúttal nem használok el fókuszt erre. És így meg sikerül. Meg is bele is halt. Na akkor folytassuk. Ez a kettő szélső sokkolt állapotban van. Szerintem ezt kiszedjük. Ha, nem sikerült. Na most jön a területi. Ahogy szerencsénk van, itt mindenkit elvisz. Klacs. Ismét egy bicska. Na most ez a bicska, igen, ott írja, hogy másodlagos cselekmény plusz egy. Az nagyon jó dolog. Az megéri annyit, hogy ezt most kicseréljem. Ez meg egy ugyanaz bicska. Majd eladjuk. És a tábort, mivel legyőztünk, van benne egy láda. Most ez a láda lehet szárva is akár, lehet szörny is akár, vagy a kettő együtt. És most imádkozunk, hogy ne valami rosszaság legyen benne, mert akkor meg is öheti a csapatot. Jó. Ez egy jó kis buzogány. Sokkoló buzogány. És tud bénítani, azt nem fogjuk használni. Ez a buzogány, én megkockáztatom, hogy majdnem olyan jó, mint az a fegyver, az a picska. Mindenképpen a tanknak adjuk az egykezes fegyverek javát. És ez pedig egy kiváló tankpáncél.
tanknak fontos tulajdonságra ad bónuszt és vérzési immunitást. Jó, hát ezt felhúzok a tankra. Ez egy gyógyító pálca, ami ad csoportos gyógyító képességet. Ez a tank, ez, tanknak szoktam, hogyha hobót hozok tanknak, mindig elteszek neki egy ilyen gyógyító pálcát. Nagyon hasznos dolog. Annyira hasznos, hogy lehet, hogy azt fogjuk használni. Ez egy bohócruha, az összes bohócruha egy használhatatlan kacat gyakorlatilag. Eltűzősük be őt bohócnak akkor. Esetleg tábort is verhetünk, ha itt vagyunk. Bár ő elég hatékony, szerintem. Elég hatékony ez a hát ez egy vadász. Ez fókusz nélkül is hatékony, csak az meg kéne gyógyítani egy területi gyógyításra valahogy. Ez hogy is működik itt? Vagy egy mezőn kell állni hozzá, vagy nem? Szerintem hagyjuk ezt még. Jaj, a pénzt nem kértem el. Most egy mezőre át lehet adni a pénzt. És így egymásnak így láncban át tudják adni a pénzt. És a soros a hobó. Most megpróbáljuk a piacon venni valamit. Ez a pipát nem szeretem. Ez jó pipa, hogyha vadásznak adod, segít mozogni a térképen. Szóval nagyon van gyógynövényünk, az is jó lenne. Ez a tekercs, ez egyik legjobb. Ez területre ilyen puszjel alakban az összes képességet levéd, ilyen immunitást ad, és megtisztítja az összes szemét az ottani káros hatásokat. Például átkot is leszedi. Nagyon olcsón területi átok leszedés. Ezt jegyezzétek meg, ezt minden embernél legyen majd egy ilyen tekercs. Nagyon fontos. Ezzel a legnehezebb csatához is játszik könnyedsége megnyerhető. Jönnek mindenféle szeszek, de szeszt nem veszünk. Egyrészt drága, másrészt mellékhatása van, amiket ugye immunitásokkal le lehet védeni. De akkor vegyél szeszt, ha nincs mire költened. Javítókészlet nem fog kelni ezen a térképen. Ez egy gyorsaság, ez kell nekünk, hogy időre végezzünk. Szerintem lehet, hogy megveszem, csak azért... ez egy nagyon jó könyv a varázslónak. Ez nagyon erős könyv. Hát ez nem biztos, hogy itt hagyom. Ez egy bumeráng. Ez oszlopban támad, nem sorban. Ez mondjuk egy kicsit... kevésbé azt tűnik használatónak. Ó, és ez egyik legfontosabb hangszer a játékban. Ezt nem hagyjuk itt. Jó, hát ezt mindenképpen behúzzuk. Ez az egyik legjobb hangszer az egész játékban. Ez egy olyan pajzs, ami sebességgel működik. Istálos fiú csak ezzel a pajzsal... csak ezzel a pajzsal tud védekezni rendesen. Plusz egy másodlagos cselekedet. Nem hagyjuk itt azt sem. Minden pénzt megír. De viszont pénzünk nem sok, 32 van. Tehát ha megveszem mondjuk ezt a könyvet, akkor nem tudom megvenni ezt, ugye? Pedig a könyvet nem hagyjuk itt. Na nézzük, mit kell adni. Szóval mi kell nekünk? Ez. 14 ér, van 4. 10 pénzt kell csinálni. Ez a picskából van több. Ennyi van? 12, még kéne 2 pénz. Ez csak egyet ér. Hát adjuk ezt az üveget, a bicska jobban szeretem a goblin tört, mint ezt. Ezt nem nagyon fogjuk használni, meg el is törhet, és akkor el is veszítjük. Hogy ez a törő fegyvereket akár nyugodtan el lehet adni, a többségeket
kívül nagyon erősnek találod, ha nem vagy annyira biztos benne, hogy az minden körülmények között erős tudsz lesz, akkor nyugodtan eladhatod. Már csak milyen kesztyű, ez miért állás, igaz? Jó, ha veszünk egy ilyen kesztyűt, és majd odaadjuk valakinek, mondjuk a... Az elésznek elég sokat kell mozogni. Adjuk oda a társainknak a cuccokat? Na nézzük, azt mondja, hogy varázskönyv, herbolista. Hangszer, bajkeverő. Ezek tankfegyverek. Ez tankpálca. Ezt is adjuk oda valakinek. Akinek nincs jó páncél, az a vadász, és ő szeret egyedül kolbászolni, úgyhogy ő nagyon megköszöni, ha megvédjük a valagát. Továbbá szerintem, aki a bajkeverőnek kell egy jó kesztyű, hogy legyen még egy mozgás, hogy el tudjon jól pozícionálni magát. Nézzük, adjuk oda ezt a varázskönyvet neki. Jaj, de szép. Pajzsot vissza a tanknak, és a tank mostantól normális pajzsot fog használni. Ő pedig egy normális páncélval lesz bújtatva. Gyerekek, ez nagyon szép. Jó, szerintem jók vagyunk. Még azért a növényeket elosztom. Ez a kitérés növeli, ezt vagy a vadásznak adod, és mikor egyedül harcol, akkor segít kitérni neki. Egyszerűen adod a tanknak, aki majd kitér a támadások elől, a magára csalja az ellenfeleit. Tehát van egy gyógy növényük itt, az itt maradhat. Itt is van egy gyógy növény. Őtől elveszünk és odaadjuk inkább a tanknak, jó? És ez az a vacak tárgy, amit nem szoktam használni. Valahol írja is pedig, hogy mi történik, ha használod. Aztán lemond az összes tulajdonság, ami egy pontot, vagy ami durva, elég durva a mellékhatása. Hoppá! Mondjuk ide el tudunk jutni a szobor felől is. Na, akkor menjünk tovább szerintem. Azt a tábort ott hagyjuk. Azért álljunk meg minden vacak miatt. Ki van most? Ő van most. És jövünk a hajó fele, igaz? Igen. De a hajóhoz lehet, hogy elég a bárd is. Vagy hát mi ez? Zenész? A muzsikusja. Jó. Hoppá! Rajtam ütött. Ez nem volt itt, úgy lépett ki elém, ezt láttam tisztán. Most a bárdnak elég kevés a rajtaütés értéke. Itt van az egész csapat, úgyhogy kekeckedjenek, csak kekeckedjenek. Na, ott egy vérzés, és immunisak vagyunk, ugye? Az előző páncét fölvettük, és itt láthatjuk az immunitásokat. A tanknak elég sok immunitása van. A zavarodottság immunitás. Ez főleg az alkoholos állapotot tud segíteni. De vannak egyébként ilyen zavarodottságot okozó hatások is. Nem túl gyakori. De nem is annyira ritka szerintem. Na nézzük, mi a helyzet. Most ugye új gitárunk van. Most már mind nem tudjuk elkülön azt, hogy a zenésszel álljunk be középre. Én azt mondom, hogy a zenész fog ide lépni előre. A tank elmegy ide. Lehet, egy kicsit elhúzom én ezt a harcot most. Ezt még átíti a páncét az a figura. De a farkas ellen megpróbálok védekezni. Megpróbálok kicsit elhúzni ezt a csatát most. Még pedig azért, hogy a hangszert ki tudjuk használni. Egy kicsit ilyen, nem mondanám, hogy csalás, de... Kicsit
elég sok mindent tudunk nyerni most ezzel. Tehát a vadásszal ide jövünk, kettőt lépve, és ezt ki kell szednünk, ezt a goblint. De ha be van sokkolom, az is jó. Au. Na nézzük. Zenésszel ide jövünk. És most jön a lényeg. Ez az hangszerrel tudunk számadni egy célpontot. De a meditáció sikerül, akkor mind a plusz jelben, akik körülöttünk állnak, kapnak két fókuszt. De ez egy nehéz próba. Na nézzük. És sikerült, ez az. És maga a zenész is visszakapja. És én ezért mondtam azt főként, hogy a zenész legyen mindig a plusz jel közepén. Oké, varázsló, helyezkedjen szépen. És akkor ugye itt az a varázskönyv, ez vagy fröccsen, ilyen plusz jelben, mint láthatjuk, vagy pedig itt látod, hogy terület, tehát 6 kocka területen, keveset sebez mindenki, és itt látjuk ezt a villámot. Viszont egy korcsot, mert sokat beszéltem. Azért van piros keretben, mert ezeken a területeken tökéletes gurítunk ezekkel. Ezen a területen mind a haton villám effekt jelenik meg. És ha a sorra kerül ellenfél nem hagyja el azonnal a veszélyzónát és benne marad, akkor megkapja az effektet. Törekedni fognak elhagyni egyébként. Tehát ez úgy néz ki, hogy vagy elhagyja és támad és nincs rajta az effekt, vagy pedig benne marad, támad, és csak utána kapja meg a villám effektet, tehát miután támad, utána már, na, érted? Annyira hamar nem jön létre ez az effekt, hogy használt vegyük szerintem. De mondjuk, hogyha ez egy nem villám területi villám, hanem mondjuk egy víz, vagy egy fagy, vagy akár egy tűz hatás, az már mindjárt jobban hangzik, talán egy kicsivel, mint ha villám lenne. Egy kicsivel. De most legyen a villám. Le kell sokkolnunk ezt a farkast. Nem sikerült? Nem gond, az idő nekünk dolgozik. Na nézzük ezt a dautot, sikerüljön már. Megpróbáljuk még egyszer. Nem akarja. Jó, döpjük már ezt. Csak vadász. Vadász, ha megurítja a különleges képességet, akkor egy lövés lesz a farkas. Nem különleges képesség, nincs. Jaj, oké. Nyertünk még egy kört. Megint tudunk meditálni. Reméljük sikerül. Egy fókuszt mindig rá fogunk pakolni. Indokolt esetben kettőt, mert vissza is fizeti. De jó. Föl vagyunk töltve, elég jó fókusz időleg láthatjuk is. Megérte húzni az időt. Szerintem most megtesszük ezt a farkast lábaló. Mennyi ilyen vacak bicska van? Adunk egyet a vadásznak is. Oldalfegyvernek. Adjuk vissza a pénzt. Na és most jön egy trükk. Egy fontos trükk. Ideig tudunk eljutni. Ez a célunk, le kell adnunk a tárgyat, igaz? Ha elköltök egy fókuszt, kapunk egy mozgáspontot. Az ideje tudok jutni. De tudom, hogy ez a szobor vissza fogja tölteni az összes fókuszpontomat. Hát talán még a HP felét is, de mondjuk ennek nem vagyok biztos, mindjárt kiderül. De biztos, hogy az összes fókuszomat visszatölti, ezért most elhasználom, átalakítom mozgásponttá az összes megmaradt fókuszomat, és most fogom fővenni. És egyrészt megkapjuk a tárgyat, a küldetést, amiért ide küldött minket, egyrészt.
ha aktiváljuk, összes fókusz visszatölti. De mivel ad XP-t is tapasztalatot, valószínűleg szintet fogok lépni, ami szintlépés még visszatöltene kettő fókuszt, meg visszatölti a fél életemet. Ezt most így kell figyelni. Jó? Na, és akkor itt vagyunk tovább, még van egy csomó mozgásmód. Erőnk az nem egy kimagasló, de majd a hobót kell küldeni. A hobóik benéznek majd ide. Még próbáljunk meg valahol máshol. A hobóik itt vannak körbejönni szerintem. De próbálj meg egy kicsit elkolbászolni. Nézzük ezt a próbát. Igen, ez egy ilyen próba lesz. Ide a hobó fog kelleni. Neki a legtöbb a vitalitás értéke. A hobót kell ide küldeni szerintem. Ha a hobóik ide lejönnek körbe, addig én akár itt portyázhatnék. Mondjuk a térkép túlsó végébe akár el is nézhetnék, hogy oda már ne kelljen jönni a hobóéknak, jó? Úgyhogy úsgyi van. Induljunk el szerintem most. És hogy elhasználsz egy fókuszt, akkor tudsz egyet lépni, és még egy esélyt kapsz arra, hogy beadja plusz egy mozgáspontos, különleges képességet. Nem adta be. Jó, többet nem akarok elhasználni, csak így bemutattam. Na nézzük. Hobóék jönnek. Errefele. Ő jön a kvicskáért. Amit majd a következő körben fog megnézni. Na esik az eső. Ilyenkor kevesebbet szoktunk tudni lépni a rossz idő miatt általában. Nem tudom, mennyire merek itt elcsatolni volna. Nem, hogy rajtam is jönnek. Ó! Ott ott egy ellenfél. És igen, ők behúzzák a társaikat. Most 3-2 ellen ütközött. Nem, 1. Én már nincs benne a farkas. Aha, hát akkor viszlát. Ja, ne ragozzuk túl. Ez sikerült. Most ő mindenképpen a tankot kell célba vennie. Mondjuk egy páncéltörő nyilvesszővel próbálkozik, az viszont nem biztos, hogy erőnyös, ha a tankot támadja. Nézzük oda. Erre most nem akarok rámeditálni szerintem. Inkább öljük meg gyorsan. Igen, az eső, rossz időjárás, ugye az eső miatt vannak ezek a nedves mezők. És ugye aki nem lép ki belőle, az elveszíti az immunitásait. Mint ő ugye most benedvesedett és elvesztette ezt az immunitását. Arra az időre, amíg az a hatás meg nem szárad, mint a teste. Hát mondjuk egy, most azonnal be is fog következni. Kétkezes ásó. Ami ezzel a értéke. Igen, itt látod, hogy milyen érték kell hozzá, szívecske, tulajdonság kell használtához. És itt ki, segít is neked, hogy kinek mekkora a szívecskéje. Hát ugye neki nagyobb, de ő se fogja ezt használni, de azért eltesszük, nem hagyjuk itt. Majd eladjuk a fenébe. Már két kezes, és hát ugye akkor a pajzsról le kell mondani, a hobónak az meg nem jó. Várjunk csak, mi ez itt? Hoppácska! Hát mi ezt most megnézzük itt? Előbb is észrevettem volna. Na itt keresgélhetünk, kutathatunk. Látjuk, mi történik a különböző... Hány sikert gurít, ugye a 4 tulajdonságkockával, az fog bekövetkezni. Rakjunk ide egy jokert, egy fókuszt. És ott látjuk, nagy eséllyel kap tapasztalatot, rosszabb esetben veszít tapasztalatot, szerintem nem tud bemenni ez alá, 5
Szerintem, hát nem tud bevenni vissza. Vagy igen? Mindjárt kiderül. Nagyon rossz esetben harc lesz. Kaptuk tapasztalatot, jó. Láthatjuk is, jóvá írta. És akkor nézzük. Amiért itt vagyunk, hogy ezeket a kérdőjeles mezőket felderítsük. Úgyhogy spóroljunk a fókuszon, nem fogunk mozgás pontra elkölteni. Kellni fog a rajtaütéshez, meg lopakodáshoz, meg ilyenekhez. Na most fogjuk ezt a fegyvert megpróbálni kiemelni ebből a sziklából. Ez egy nehéz, nehéz próba, erő kell hozzá, erősnek kell lenni. Hobó erős, nem annyira, nagyon-nagyon erős, de nagyon erős, csak simán nagyon erős. És láthatjuk, hogy ide bizony be kell nyúlni a zsebünk mélyére. És egy két fókuszt esetleg ráadok, és talán tudunk egy jó fegyvert szeretni, vagy nem. Nem. Egy dolog vigaszta, hogy hoppá, itt vannak a társaink, semmi gond. Egy dolog vigaszta, hogy a fókuszt vissza tudja állítani a zenész mostantól a hangszer segítségével. Egy kicsit bátrabban pazarlom a fókuszt, mint szoktam. Na hát akkor kezdjünk neki, tehát én azt mondom, hogy gyertek rám, nem sikerült. Gyertek rá még egyszer. Nem sikerült. Akkor dögöljetek meg. Na, maguktól is megtámadnak, az jó. Na nézzük. Töltsük vissza a fókuszt. Próbáljuk meg, egy pontot ráadunk. Nagyon jó. Viszont ő már nagyon fogy az élete, úgyhogy most már sikerüljön az a... Na hergeljük őket, hogy fókuszt ráadozok. A farkas úgy legalább őt támadja, ne ölje meg a varázslót. Az sikerült. Mondjuk kétszer tudok tanulni, lehet, hogy először fókusz nélkül kellett volna próbálni, és akkor most megmarad a fókusz. Az még nem lett volna rossz. Ezt nem tudjuk megölni, úgyhogy őt fogjuk megölni. Igen, ő jó páncélozott, ötös páncél, úgyhogy varázsló támadja neki nincsen. Varázsló sérült volna tizet körülbelül. Nézzük. Töltsük még a fókusz szerintem. Hát nem, nem kockáztatom, kivégezzük inkább. Vagy nem. Na segítséget hív? Nem. Megpróbált ütni a páncélt, nem sikerült neki szerencsére. Átok űző növény. Hát tegyük el mondjuk a herbalistával. Valakit megátkoznak, akkor valamelyik tulajdonsága drasztikusan leromlik. Na most a szerencsénk van. És miért van lezárva? Ha? Tehát... drasztikusan leromlik valamelyik tulajdonsága az átoktól. A szerencsénk van, egy olyan tulajdonság romlik le, ami igazából nem is annyira baj. Ez egy farkas tábor. Ha viszont nincs szerencség, olyan tulajdonsága tromból le az átok, amire nagyon nagy szükségünk lett volna. Hát én három személyen nem fogom megtámadni ezt a tábort, úgyhogy kikerülöm inkább. Úgyhogy ennek tudatában vegyük le az átkot, az átok levétel nagyon drága mulatság. Talált egy növényt, egy gyógynövényt, ami levesz egy méreg effektet az emberkéről. Hát ez egy dicséretes, nagyon. Adjuk is oda a zenésznek azt a növényt. Ugyanis a zenész áll középen, és az ilyen területi nyavajákból ő mindig szinte részesel ez ilyen területi csapásoknak. Úgy kincses láda is lehet a tüskebozótban. Az jó dolog.
Nagyon jó tudsz. De jöjjünk, gyújtsuk fel a kocsmát előbb, és majd utána esetleg. De kísérjük ide a hobót, hogy ne egyedi kovászoljon ide, mert mindenféle szörnyek leskelődhetnek. Na igen, beért a célba egy homokóra. Mindegyik beér, elvesztettük a játékot. Na nézzük. Derítsük fel ezeket a kérdőjeles mezőket. És itt látjuk mindenféle házakat. Most a város környező mezőkben szoktak lenni ilyen civil épületek, meg gabonamező, tehát meg birkakarám. Ezek díszletek, tehát nem tulajdonítsuk neki jelentőséget. Jó, hát itt bejártunk mindent. Pénzünk az nincs. Eladni akarunk valamit? Nem akarunk. Jó. Egyébként messziről is benézhetsz a városba. Nyomod a shiftet és megnézed messziről, hogy mi a készlet, hogy oda akarsz menni vagy nem. Jó, azt azért nem állt ki tisztázni. És akkor itt bejártok. Most nézzük meg ezt a régiót. Még a csapat valamilyen sikert próbál itt elérni a hajó felgyújtásában. Szerencsére rajta van a... Nincs rajta. Pedig be kéne gyorsítani őt. Kiné van? Nála van vajon? Aha, nála van. Be kéne gyorsítani, hogy gyorsabban menjen ez az emberke. Na mit guberált? Rumot talált. Az öreg Alkesz hobó talált egy üveg rumot az előbb. Addig guberált szerencsétlen. Ez egy kiváló tank. Cucc. Csak zavarodottságot okoz. És az egyetlen dolog, ami a zavarodottságtól véd, az neki a sapkája. És ezt a rumot akár oda is adhatjuk. Adhatnánk neki, ha közelebb lenne. De mindjárt itt átjátszok, ilyen lánc alakban fogjuk átadni a rumot. Élő láncot alkotva, hogy hogy szokták mondani, igaz? Hát így már engedi, igen. Nézzük át, hogy mi van még, amit esetleg... Ezt a lapátot adjuk el. A többi az használható. Mondjuk ezt soha nem fogom használni, ezt is eladhatjuk. Vacak pajzs. Hát ezt összetörne a mostani akkor esetleg. De még akkor se. Mert annyira nem jó. Tök alap pajzs minden szemétdombon találni ilyesmit. Ez a plác, ami jól jöhet, azt megtartjuk, és akkor... Jó. Na nézzük, folytassuk csak. Tehát ő van soron. És neki pedig... Hát szerintem támogassuk itt a... Ezt is elvesszük tőle. Ezt, amivel gyorsabban mozog. És odaadjuk az hobó Alkesznak. Vagy csak simán hajléktalannak. Hogy utolérje őket és végre teljesítse ezt a küldetést. Reméljük elég lesz a neki a pontja rá. De mi, hogyha nem jár sikerrel, azért legyünk a közelében, mert ki tudja, mi fog itt történni, ha nem jár sikerrel. Meg fog sérülni valószínűleg. De ellenfeleket csak nem fog bevonzani. És ha minden, mind a négy karakter sorra került, az egy forduló. Azt azért tisztázzuk. Ha mindenki egyszer lépett, akkor... Hát ez se egy szívós gyerek, aki ezt megoldaná. De annyit megteszünk, hogy... Azért itt a közelben körülvesünk. Körül szaglászunk. Na, vadász, szóló, komandó. Talált valamit. Ez egy olyan medence, amit belecsobbansz, és egy másik medencén jössz ki. Persze tudatosan. Tehát azért találni kéne még egy medencét, és a kettő között lehet közlekedni. Itt írja is, hogy... Na és itt nem tudunk bejönni az őrbóréba, ugye, mert hát... Nincsen még elterelve az őrök figyelme. Majd itt ezzel véglegesen eltereljük. És akkor most megyünk be felgyújtani azt a kuplerájt. De hát valaki itt állt. Most vagy meglepett, vagy nem vettem észre. Új fent, de szerintem az ugye semmiből megjelent, mert rajtam ütött. Au!
Anya, fogy ez az élet már. Nem is fogom magamra csalni azért. Simán. Simán. Új, mit csatát kapott. Azt a betyelmét. Simán letaroljuk inkább. Most egy ilyen nyavajás ellenfelen harcolsz, akkor ilyen értéktelen vacak kis pénzeket kapsz, de hogyha mondjuk egy tábort megtámadsz, akkor azért... Hoppá, mi ez? Elektromos gitárnak néz ki. Igen, önmagadra fröccsenő hatás, ha a zenész áll a pulszjel közepén, az alakzat közepén, az összes társa megkapja ezt a fröccsenő, önmagára fröccsenő hatást, ugye ebből kettőféle is van, ezzel a sebzést növeli, igen, a jobbat sebeznek, ezzel pedig a csapat minden tagja kap páncélzatot és rezisztenciát is, tehát ilyen májkos ellenállást is, ugyanis ez a szín, ez ilyen láthatjuk, hogy a kék és a lilából tevődik össze, és egy elég erős gitárról beszélünk. Hát a meditáció az még mindig jobbnak tűnik. És Deathmark Immunity, tehát hogyha kijelölik az ellenfelek őt, hogy meg kell halnia, vannak ilyen képességek, rád mutat, és akkor te már pedig meg fogsz halni, mondjuk 3 kör múlva, akkor 3 kör múlva meghalsz, ha nem sikerül addig nyerned, tehát van ilyenek vannak a játékban, ritkán, de az játék első részében, hogyha esetleg azzal játszotok, hát abban elég gyakran volt ilyen, hogy jött egy orrlövész, becélzott, és akkor... Mennyit sérültünk? Szerintem van annyi életünk, hogy nem fogunk megsérülni. Most itt az a lényeg, ha megnézitek, hogy 3 vagy 4 siker kell, és én egyet megveszek, akkor csak a sérülésre gyakorlatilag csak 6-7% esély marad. Úgyhogy ez siker. És mi mondja, tökéletes a siker, akkor szerintem azért még tapasztalat is jár az ilyen próbáknál. Ezt mindenki figyelje meg a saját szemével. Ha tökéleteset dob a próbára, akkor kapni fog tapasztalatot. Na, el lett terelve az őrség figyelme. Észreveszi a füstöt, ami a hajóból száll föl. És akkor mostantól betérhetünk ebbe az épületbe. És attól, hogy tudnál az épületről, most itt leinspektáltam messziről, hogy ez egy olyan épület, amihez nem kell közel menni az egész csapatnak, hanem egy valaki oda megy és berántja a társait. Itt látjuk, hogy be fogja rántani a francba minden társát majd. Na, és itt pedig... Jó, hát ez ennyi. Viszont mielőtt berántaná a társainkat, jó lenne azért itt... körül kéne itt szaglászni azért rendesebben. Fókuszom még van egy csomó. Na mi ez itt? Ez itt egy obeliszk. És az obeliszket aki aktiválja, az kap ide, ugye elén meséltem erről a kis jelről, egy ilyen bónusz, tehát több tapasztalatot kap az illető, aki aktiválja, ami nem kimondottan előnyös. Mit kap az ember a tapasztalattal? Azt tisztázzuk ott. Azt mondja, kap életerőt. Szintenként 8-at. Valami ilyesmi. De lehet, hogy csak 4-et. Mindenki mást kap, ugye, ha megnézzük. Tehát nő az életük, a max életük. Szintlépéskor visszatölti az elfogyott élet felét, ez egy fontos tény. És 2 fókuszt visszatölt, ez is fontos tény. A herbarista az összeset visszakapja, mert megvettük neki az elején a játék jelén azt a cuccot. Továbbá nem tudom, hogy kap-e tapasztalatot ebből az obeliszkból, azt hiszem abból nem kapi tapasztalatpontot, mint a szoborból. De a szintlépés az egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy siettetni akarsz. Te igazából akkor szeretnél szintet lépni, mikor szükséged van a fél életre és a 2 elhasznált fókusz visszatöltésére. Ha az korábban következik be, mint azt szeretnéd, az nem jó. A később következik be, az se jó. És még egy dolgot nem mondtam, szintlépéskor nő, szerintem mindenkinek a sebzése 1-jel,
De viszont a védelem, az nem tudom, hogy nője. Szerintem az viszont nem nő. Jó? Azért ennyit azért lemártok leszögezni. És ugye, hogyha birtokoljuk ezt a képességet, ha meghalnoz az ember, akkor nem hal meg, főtámad egyből. Nem von le egy életet, ha meghal egy embered, jó? Most én aktiválni akarom ezt a vackot. Ez itt a kérdés. Én azt mondom, hogy igen, visszatölti a fókuszomat, igen, aktiválni szeretném. Semmi másért, csak hogy itt végig tudjak itt most lavírozni, és föl tudom fedezni ezt az egész Robert Vance-ot, úgyhogy csak ezért fogom aktiválni. Herbos nem túl gyors. Olyan el tud lopakodni ez az ember mellett? Ez a kérdés. Szerintem nem próbáljuk meg, bár fókusz van elég. Nézzük meg, mi fog történni. Mi történik, ha nem tudunk ellopakodni? Akkor egy ellenfelünk lesz, igaz? Megpróbálunk ellopakodni. Sikerült, mehetünk tovább. Fedezzük fel a placot. Ha ez mellett nem tudunk ellopakodni, nincsenek segítői, ahogy elnézem. Megpróbálunk ellopakodni. Jó. Ezek itt, ezeket a zónákat jó eséllyel felfedezik most, de szerintem nem sokára a vadász jön. Na még ennyi maradt. A földderítés, és utána a vadásza, hoppá, de rossz mezőt nyomtam. Jajajaj. Na most itt egy barlang. Az igazság az, hogy ide is beránthatnám a csapatomat, egy első szintű barlangba, vagy pedig ide az 0. szintű örbódéba. Szerintem, ha ide rántom be a csapatomat, a vadász előre tud szaladni és be tud rántani minket ide. Úgyhogy ezt most megejtjük. Viszont ez egy nehezebb kihívásokkal teli barlang. Itt láthatjuk is, de be tudok rántani mindenkit. Ezt a jelentet még végigjátsszuk, és akkor befejezzük a videót. Figyeljük, tanuljuk meg a képességeket, miket használnak. De Tenevér oszlop alapba támadta ezt a kettőt varázslatsebzéssel. Ő azt csinálta. Akinél tör van, az vagy átüti a páncélt szinte minden esetben, vagy valami más dologra fog készülni. Szerintem a kitérést fogja, a saját kitérését fogja megerősíteni. Ezt tudjuk. Itt egy zenész. A zenész az szerintem valamilyen támogató dolgot fog csinálni. Hát, nem szeretjük a zenészeket. Nem árt leszögezni. Be kell játszanunk középre ezt a baszkert. Itt pedig úgy fogjuk, hogy a varázslóval kilépünk onnan, és ővel lépünk be a helyére. Jól csinálom? Igen. Ha csak ő túl nem jár a fej az eszünkön. Viszont, hogyha rakunk egy sokkot rá, akkor nem fogja tudni befejezni azt a támogató varázslatot, amire készül, és az összes támadó varázslat csak teljes sikerrel jöhet létre. Ez most nem valósult meg. Ja. Na most befejezi. Ez nem egy támogató varázslat volt, hanem egy sima támadó varázslat. Azt tud sérülést okozni akkor is, hogyha nem tökéletes a siker. Hát figyeljünk csak. Igazából gyakorlatilag az összes ellenfél átüti a páncélomat, ha akarja. Én azt javasolnám, hogy esetleg sokkoljuk őket, nem? Próbáljuk meg. Rárok közleg egy pontot. Jó. Ja. Igen, erről beszéltünk. És
ő pedig fröccseni pusszjel alakban be fog sokkolni mindenkit nagy eséllyel. És nem jött. Még egy pontot rá kellett volna tenni. Sajnos. És hogy elfelejtettem kilépni innen. Úgyhogy próbáljuk meg váltani egy másik fegyverre. Nézzük, mi ez itt. Ez végtarolná a sort, ez a bumeráng. Ezt most kipróbáljuk, jó? Taroljuk le ezt a sort. Sőt... Nézzük meg. Nem fog rá pontot költeni szerintem, mert... Nem, túl páncolozottak ez a képesség, ez nem jó ötlet. Inkább gyújtsunk fel valakit, az mindig jó. Mondjuk azt a kis denevért felgyújtanám. Az még jó is lehetne. Nem sikerült. Na ezt mondom, tehát próbál valami páncélzatot adni saját magának. Ez a másik képessége, ami a sokkal meg tudunk akadályozni. Próbáljuk a zenészt végre. Jó, besokkoltuk. Itt már nem lesz... Aha, itt jött a támogató varázslat. Azt megakadályoztuk. Ez a zene, gyerekek, ez isteni jó. Ezt hallgassátok. Ez a zene, ami elképesztő. Igen, ez volt a ritka esetek egyike, mikor beadta a bónuszt a vadásznak és duplát sebzett. Duplát lő akkor és tökéletes mindegyik jelzőt sikerre alakítja. De fókusz nem használhatunk hozzá, csak akkor jön létre. Csinálunk egy területi gyógyítást a herbalistával, különleges képessége. A gyógynövényt elhelyezzük a plusz jel epicentrumában. Megint beadta. Ez egy olyan növény, amivel mindenféle negatív hatást le tudunk szedni magunkról. A tankot fog érni a legtöbb negatív hatás, meg a zenészt. Szerencse gyűrű a zenészé. Ő a szerencsés fickó. Hát is elég jól állunk, úgyhogy folytathatjuk utunkat. Melyik hangszerre kezdjünk, azt azért megnézem, jó? Szerintem a fókusz
Töltővel nem érdemes kezdeni. Hát a bumeránggal elég jól lehet kezdeményezni mindent. Legyen a bumeráng. Meg ez is hozz a páncélátütő tudsz. Legyen a bumeráng. Harc elején elég nagy tömegek vannak, és ott lehet egy kicsit tömegoszlatni vele. És nem láttunk semmilyen más. Ezzel tudunk mérgezni. Gyógyítani. Jó, azt később fogjuk használni. Viszont nekem ez jobban tetszik most valamiért, úgyhogy én inkább a karddal, vagy ezzel a késsel mennék. Villám effektből van elég szerintem itt a csapatban. És nézzük meg ezt az ilyet, még nem próbáltuk. Úgyhogy ezt most ki fogjuk próbálni szerintem. Nem, ez annyira nem érdekes, inkább még nem. Jó? Próbálok minél többféle fegyvert megmutatni, de az igazából elég inger szegény fegyver. Az alapi. Ilyen területi nyílt záport például nem tud lőni. De ez a ládika lehet most szörny is, úgyhogy kicsit félek kinyitni. Jó. Ez egy fa torony pajzs. Lassít. Hát... Mivel szeretünk késféléket használni, ez a nagy pajzsot csak eltesszük a zsákba. De még nem húzzuk magunkra. Átoktól védő cucc. Hát szerintem húzza föl ő, mert magic damage-et is ad. Ez egy olyan pálca, egykezes. Tehát varázsló is tudja használni, meg a hobó is, hogy vérzést okoz. A vérzés az nagyon lassan dolgozik, és addigra meghalnak az ellenfelek általában. Úgyhogy igazából semmi alatt nem látok, hogy neki most mindenképpen a varázslónak kéne adni ezt. Na ez egy nagyon jó íj. Ez a csont így egyik legjobb íjak egyike. Kábítani is tud, meg fagyasztani is, dermeszteni is, úgyhogy ezt az... dermesztő hatásunk az most nincsen. Úgyhogy szerintem, hol is van? Vadász itt vagy. Adjuk oda. És itt láthatjuk, hogy mik válnak ránk. Most egy csata jön, és utána pedig a jutalom vár a végén minket. Ez egy zselékocka. A retteget zselékocka. Ráadásul a zöld fajta. Mit fog csinálni ez a zöld zselékocka? Kinéz valakit magának, mondjuk kinézi magának a hobót, megtámadja, és a hobó környékén, területben irdatlan sokat fog sérülni mindenki, és megmérgeződik, és a méreg a legnagyobb ellenség a csapatodnak. A zselékockát azonnal ki kell venni a játékból, lehetőleg. Annál nagyobb fenyegetés most nincs itt jelenleg, és a zselékocka ellenáll mindenféle szarságnak, úgyhogy nem lesz egyszerű a dolgot. Úgyhogy a tank annyit fogunk csinálni, próbáljuk meg levenni a minél kevesebben kapják a mérget, jó? Hát ő ellenáll a méregnek, meg a vadász is. Ez egy kiindulási alap, mondjuk. Próbálok itt helyezkedni, de igazából szerintem ezzel itt maradok, és zenésszel ide jövök, vadásszal ide. Álló, ki az? Jó. Vele nem kell menni sehova. Na most nézzük, hogy mit fogunk csinálni. Ha lenne megtisztító tekercsem, akkor ez a méreg probléma elég gyorsan megoldódna most. De például, hát igen. Szerintem tegyük fel ezt a képességet. Megegyük most. Nem, még nem eszik még. Várjunk csak. Te megeszik most. Na nézzük, a taunt sikerül-e. Tehát jobb pick, egy fókusz, sikerült. Megesszük ezt, ami kitérést ad. Tehát ezt a zöld értéket fogja fölcsinálni. Jó. Ez már egy elég jó érték, ugye? Ezt már nem tudjuk fokozni, ne próbáljuk. Páncélzat. Ezt nem, inkább daráljuk le azt a zselékockát, de minél gyorsabban.
immun is minden vacakra, nem tudjuk ledermeszteni. Úgyhogy aminek nagyobb az esélye, meg a sebzése, azzal fogjuk lőni, az a fagyi. És nem költünk el rá fókuszt, hát beadja a kritikus durva lövést. Nem adja be. Ilyen komikok én, akkor nem adja be. Bezzel, mikor egy élete van, akkor beadja. Szuper. Kéne egy olyan hangszer majd, aminek használhatjuk. Tesz pozícióba kerülünk, ez fontosabb. És akkor nézzünk egy olyan hangszert, amivel meg tudjuk ölni egyáltalán valahogy ezt a lényt. Ez jó választás. Várjunk csak. Hát, hogy kitaláltam, mit csinálunk. Jó. Tambura lesz. És megmondom miért. És itt beszéltem arról, hogy a zenész minél a sor végén van, minél gyorsabbak a társaid nála, annál jobb ez, mert itt ez a tempó tantrum. Ez azt jelenti, hogy a zenész önmagára mondja, egy ilyen plusz jel alakba fog hatni, és aki sorra került a körben, az cselekedhet még egyszer. Tehát most visszakapjuk a hobónak és a vadásznak is a cselekményét, ha ez sikerül, amire reális esélyt látok. Jó, hát akkor még egyszer jön nekünk. És még egyszer odavágunk. És most már ezzel is támadhatnám akár. Csak nem, ez nem tudok kritikust lőni, várja. Marad az így. Na nézzük. Adja be, csak adja be a kalecsotot. Léci. Hát nem adta be. Beadta volna, akkor ez kapja hal. Viszont nem állt megjegyezni azt, hogy én ezzel tudok gyógyítani mérget is akár. Na mindegy. Lassú halált kell halljon akkor. Már még talán megölhetjük. Ez talán elviszi. Rá is ragyomok egy fókuszt, hogy biztos elvigye. Wow, meghalt. Na, mi reggel számoltunk. Na hát akkor daráljuk le őket szépen. Ez így csak, erre csak van egy ötletem. Egy kis móka. Hogy is van ez? Szék. És a székkel... Jobbra meg balra tudok ütni, igaz? Azt mondom neki, hogy... Balra? Hát mondjuk inkább az előállót, az bele is halhat akár. Üssük el jobbra. Hát most belehal, az a baj. Hát az nem baj, hogy belehal végül is. De az most mindig jó. Okay. Nyomjuk még egy tempót. Aztán a következő körben, ha még él valamelyik, akkor meditációt kéne használni. Le van sokkóval, nem tud megsebesíteni. Kicsit húzzuk már az időt, átugorjuk a kört. Még le van sokkóval, nem tud ártani nekünk. Mindjárt tudunk meditálni egyet. Na, kicseréljük a fegyvert. Ezzel fogunk meditálni. Ez az. Nyerjük már vissza egy kis fókuszt.
Igen, ez plusz kettő ilyen másodlagos akciót ad, tehát amire tudunk mozogni, fegyvert váltani, stb. A hobónak a fegyvere miatt nem kell ez. A baskernek is van, ugye az erény kiválasztottuk neki. Tehát kivel mozogni kéne, az, hát ez a herbalistával is kéne mozogni, meg vele is. Úgyhogy szerintem tegyük el vele most ezt. Na nézzük ezt a könyvet, ez egy jó varázskönyv. Hát annyira nem. Sima sebző tudsz. Kísértetesen hasonlít a mostani könyvünkön egyébként. Hát majd elővesszük, hogyha a tömeg pusztítani kell. Ne tudjanak lopni tőle. Hát mondjuk ez nem árt, nem tudják ellopni a pénzét. Szóval azt a sapkát akkor adjuk oda a vadásznak szerintem. Na né, kincses látod, nézzük a jutalmat. A barlangért. Ebben nincs, sosincs szörny. Nincs lezárva. Ez kincs, ez jutalom. Szép ládikában van, nyugodtan nyithatjuk ki. És 24 rájön 10%, akkor még hozzácsap vagy 2-3 pénzt, igaz? 4-et is. Akkor már 15% pluszban vagyunk pénzügyileg. Na és azok a könyvek, amiket ugye ilyen főnökök, vagy ilyen helyszínek teljesítése után kapsz, ebből tudsz vásorolni majd az üzletben, ugye a főmenüben mutattam. Ez egy jó tanknyaklánc, mondjuk így sebességes van most. Hát a gyorsaság még mindig jobb. Annyira nem jó, hogy lecseréljek itt bármit is, úgyhogy ezt csak így eltesszük. És itt a Sess, és ő ellenáll az ilyen zavarodottságnak, úgyhogy ő el is teheti ezt a Sess-t. És még egyet lőhet. Ugye kétszer támadott abban a körben is. Ez, tudjuk, hogy a vadász az íjjal halálos. Ez egy jó kombó lesz. Ez egy egykezes törékeny fegyver. A tanknak jó az, az egykezes fegyverek, és ő, ugye a hobó az minden fegyverezért. Ezzel tud mérgezni. Ez a swipe csapás az olyan, hogy veled kinéz egy célpontot előtted, mondjuk egy mezőt kinézel, ahol támadni szeretnél, oda, swipe-nál, oda maximális sérülést okoz, tehát 8-at okozhat sérülést, és tőle jobbra-balra eső cellába pedig annak a felét fogja okozni. Ez ilyen, akkor megmaradnak ilyen egy HP-s ellenfelek, akkor ezeket szépen el lehet onnan söpörni vele. És a méreg hatás pedig nagyon ritka, hogy azzal tudjunk támadni. Most eddig soknak tűnik, de valójában nem lesz az olyan gyakori dolog. És a méreg elvileg sérülést okoz, növeli a szörnyek esélyét a sikerre. De a legfontosabb dolog, hogy nem használhatják a különleges képességek egy részét. Például nem tudnak úgy megzavarni minket, mint ahogy ez a zenész meg tudja zavarni az ellenségeket. Tehát mondjuk a zenészt megmérgezik, akkor nem tudja elterelni a figyelmet. És ez a lényeg a méregnél szerintem. Na hát kösz, hogy itt voltatok velem. Ennyi fért bele a bemutatóba, remélem azért sok mindent megtanultatok, élveztétek. Majd folytathatjuk még. Úgyhogy játékot egyébként érdemes megvenni, ha akcióban van. Ne lepődjetek meg, hogyha rosszul fut a gépeteken, vagy kisebb bugok, vagy hibákkal találkozó. Játék még azért fejlesztik, de már elég jól játszható. Nem is találkoztam hibával, szerintem. Na, szevasztok!